6 másodperc számom, már nem is kettő, egy. Számom, vissza a szerkezet és élőben vagyunk. Kunhegyesi Ferenccel a Hokedli stúdióban. Úgy promosztalak, fe, különben Ferónak hívhatnak a barátaid? Jó, mindenki hatala? hívhat Minden, Ferónak. Anyám nevezettel Ferónak. Persze, te is. Kunhegyesi Feró úgy promosztam, hogy kiskörös Roma Gandia. <laughs> És te találtad ki. Én találtam ki, és úgy engedted csak meg, hogyha ezt elmagyarázzuk ezt a dolgot, először is én viszem el a felelősséget. Másodszor szóval én sem nem ismerlek annyira, úgyhogy nem mertem ezt így direktben megcsinálni, de később kiderült, hogy nagyon nem vagy Facebookos, tehát meg se sem se volna ezt a merényletet ellened. De azt mondtad, hogy ha, ha, én bevállom, és akkor, akkor azért, hogy még több nézőt és hallgatót csábítsunk a Hokedi stúdió elé, ezért engedélyezzel ezt a dolgot. Jó, tehát nyilván a szellemisége nekem nagyon fontos, tehát mintaértékű, példaértékű, de azt hozzáteszem, hogy még a saruját, arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem, vagy a kis porszemet, az indiai porszemet ott hordozzam a tenyeremen, szóval arra sem De lehet, méltó. hogyha most eljött van a kiskörös, nem tudom, mit kezdene a szituációval, te jobban ismered a kiskörösi szituációt, mint hát, ő, azt, ő a Világ egyik legbölcsebb emberének gondolom, Gandit, úgyhogy az, amit ő véghez vitt, az a az erőszakmentesség, mert az a tisztaság, amit képviselt, az mindannyiunk számára követendő példa. Az így van. Az Még így a romáknak van. is. Még a romáknak is? Uh -huh. Hát nem, nem, hosszú lenne a lista. Festő, Prima, megye, Bácskiskó megyei Prima festőművész, e, oktató, integ, integrációt segítő oktató. Hát én még oktatónak nem Mert Az, az nem oktató magam, az nem is jó szó. szó. Az oktató az a, az a szakmunkás intézetben van, aki oktat ja, a szakoktató. Pedagógusnak aztán végképp nem mondanám magamnak, tanítónak még a szó ö, ö, becsületes, tisztességes értelmében még talán, de így már közel az ötvenhez ezt így felmerem vállalni de nyilván, tehát hozzá kell nem nekem semmilyen szakirányú végzettségem nincs, nekem van egy 8 általános, szakmunkás képzőm, tehát én nem jártam főiskolára, egyetemre. Azt, amit tanultam, az, az, csak így az élet útján, életből merítette meg azok kevés mesterektől, roma mesterektől, akik, akik így az utamat. Hát jó, de rengeteg anyag van rólad az interneten, tehát föl lehet belőled készülni. Meg is próbáltam ezt. És a, ha én jól vettem ki a szavaidból, meg az interjúkból, az egyik nagy tanítómestered és az igazi kiskörösi roma Gandhi az édesapád volt. Hogyne, így van. Ezt ezzel a nézőknek, hallgatóknak, hogy innen jön ez az egész gandizás, hmm. hogy édesapád nagyon nagy szerepet vállalta a kiskörösi roma élet jobb átételében? Hát így van, így van. Tehát apu egy olyan manus volt, aki aki hatalmas sors közösséget vállalta a, romákért, tehát, illetve iszonyatos nagy felelősséget, társadalmi felelősséget érzett az iránt, hogy, hogy roma és nem roma között elinduljon valami tisztességes párbeszéd, és legyen valami, valami emberi viszony a két népcsoport között. Hát ő erre az életét. Mondd a történetét a az ő tanulmányaira, hogy jeles volt, egész általános iskolai tanulmányai alatt? Igen, apu elsőtől nyolcadikig kitűnő tanuló volt, és már sok fórumon elmondtam, de nem elégszer, azt gondolom, mert mindannyiunk számára tanulságos lehet. És ugye apuból orvost szerettek volna csinálni az akkori pedagógusai, és ugye elmentek öreg öreganyámhoz, és elmondták neki, hogy a gyereket jól lenne elvinni kollégiumba. Kiskörösen vagyunk. Igen. Jól lenne elvinni kollégiumba, és gimnáziumba adni, és onnan pedig majd mehetne egyetemre, és jó lenne, ha orvos lenne a kis felikéből. És ugye egyszerű öreg cigányosszony, az teljesen abban hitbe volt, hogy valószínű, hogy elveszik tőle a gyereket, és soha nem láthatja. És úgy nem egyezett bele abba, hogy kollégiumba menjen apu. Így fiatalon elkezdett dolgozni. Lett belőle egy, egy, egy gyors talpalón elvégzett, vagy Iskola, tehát iskolai végzettségek nélkül nem járt be semmilyen iskolába, de a lényeg az, hogy elkerült ők kőfaragó mesterek mellé, ott kitanult a szakmát, ezt üszt egy pár évig, majd bevonult katolán, katonának, <kül> akkor ott letett a, a, hivatásos jogosítványt, majd sofőrként dolgozott, és aztán leszerelt, mint kiváló néphadsereg, kiváló katonája, <laughs> hogy volt ez a cím, hogy annak idején. És ugye azt mondták a az apámnak, na ezzel Ferikén bárhova mész téged, fő fognak venni sofőrnek. És úgy is volt az öreg. Akkor három év körül lehettem már, akkor leszerelt apám, nekem három éves koromtól már nagyon kristálytiszt emlékeim vannak így az életről, maga a létezésemről. És én emlékszem arra, amikor leszerelt apám, és így elment munkát keresni. Hát nagyon bízott abban, hogy, hogy akkor most egy hasznos tagja, tagjává válik így a, a magyar társadalomnak, romaként, és akkor sofőrként szeretne elhelyezkedni. És érdekes módon ilyen roburokra volt felvétel, ez ezek, emlékszel ezekre a roburokra? Persze. És azt hiszem, hogy szó, volt szódás, szállító, meg teljes kocsi, meg jó Isten tudja mi, és nem vették fel a apámat, a magyar embert vették fel, és ez miatt nagyon kiakadt az akkori 23 éves, Kuhnhegyesi, idősebb Kuhnhegyesi ez Ferenc. Egy emlékszer arra, hogy ő mondjuk hazahozta ezt a problémát? Hogy... És azt gondolom, hogy, hogy, hogy nála akkor így ott, ott, ott indult be valami szót, ott ö, ö, döntötte ő el, hogy, hogy akkor ő ezt így meg fogja szüntetni ebbe a városban, a környezetében ő nem akar így élni nagyon kikészült ettől, emlékszem rá. Már csak azért is, mert ez, ilyen visszatérő refrén volt az életében, mint gondolat, és ez mindig elmondta, és kihangsúlyozta több fórumon, hogy annak idején, hogy működött a hazafias népfront, akkor ő volt ott kiskörös, az egyedül olyan romarca, aki, aki nyilván diploma nélküli értelmiségenek számított akivel lehetett közösen gondolkodni, de hát nyilván ott volt benne az akarat is és szándék, és ezt észrevették, és akkor hát bizony-bizony ővel azért tárgyaltak az akkori ö hatalmon lévő emberek. Mi ez miért, a... miért, miért került ilyen szereplő? Azért, mert kinyitotta a száját? Igen. És akkor onnantól meghallották, és Persze. Vele? Igen, igen, igen. Tehát nyilván nem volt mindegy akkor, hogy mit mond az ember, hogy nagyon sokszor játszott ő a szabadságával, de hál' Istennek nem került börtönbe egyszer sem az igazságérzete miatt. Hát úgy legyintgettek, szóval nem vették szerintem komolyan az igáncsávót, volt, most mit akarod mondja magáét. Na ez mi volt? Közben azt vettem észre, hogy a pillangó elszállt onnan, vagy van a stúdióban egy pillangó, és ahogy lerepült, onnantól kezdve se ez le. Tényleg? Aha, komolyan. Ugye van a pillangó effektus, hogy is van az? Hogyha csap egyet a szárnyával <laughs> a világ másik végén hurikán lett. Aha. <laughs> stúdióban meghalt a háttér. Elmegyem? Ugye, fogom ide. Ebből is látszik, hogy ez nem egy háttérbeszélgetés lesz, hanem sokkal mélyebbre most már akar. nincs háttér. Szuper. Na szóval visszatérve édesapámra, tehát az volt, hogy, hogy, szerintem így hagyták őt, és nem vették túl komolyan, mert úgy gondolták, hogy a légynek sem árt. De azt hozzá kell tennem, hogy ugye iskolai, általános iskolai éveiben, ugye mondtam, hogy egy nagyon jó tanuló volt, sőt, kitűnő tanuló volt, tehát annak idején, amikor ő suliba került, hat évesen, akkor neki úgy kellett kiugrani az ablakon, édesapja elől, ugye a munka elől, azzal a szándékkal, hogy ő inkább iskolába akar járni. Uh -huh. És akkor egy szár tornagatyába, mezítláb, anyja varta, nagyanyám által vart tarisznyával, ment az apám iskolába. Tehát ő tanulni akart, ami nagyon-nagyon fontos és meghatározó ö, motiváció tényként volt jelen az ő életében, mert mindig azért küzdködött, hogy a fiatal gyerekek, a kisgyerekek járjanak rendszeresen óvodába, iskolába, és menjenek tovább tanulni. És hogyha már neki ez nem adatott meg, akkor úgy volt vele, hogy, hogy többiekkel ez ne eses, ne történjen meg. Hát, apa nagyon szegényen járt iskolába, az ő mondta mezítlábe. De egyébként, ahogy, ahogy, követtem én is, hogy ugyanabba iskolába kerültem, általános iskolába, ahol apám járt, soha nem felejtem el, egy biciklin vitt engem reggeli órákból, ugye, kora reggel a iskolába, és emlékszem rá, hogy felültetett a a csomagtartóra, egy rövid gatya volt rajtam, és szétfagyott itt belül a szombaba az ülésnek a hidegétől. És közben így remegtem, rettegtem, mert én abban az időben nem járhattam óvodába. Tehát, mert nem minden roma járhatott, és szóval akkor, akkor csak is a kiváltságosabb járhattak. Csináltak egy környe, környezettanulmányt, és úgy döntöttek, hogy nem felelt meg a, 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 a közösségbe való ö, korai bevételére, akkor, akkor nem engedték. És akkor volt egy ilyen előkészítő stádium, mielőtt bekerültél volna első osztályba, egy fél éves előkészítő, én arra jártam, és utána kezdődtek el a valódi iskolévek. évek. Na mindegy, vitt apám előkészítőre, és a lényeg az, hogy hát én menekültem, ugye nem voltam még soha a magyar közösségben, én öt éves koromig nem is nagyon beszéltem magyarul. Tényleg? Aha. Még annyit, hogy a, hogy, a, hogy a kiskörösi romák földrajzilag van valami, mert azért mindig a város szélén, vagy valahol egy kis elhagyatott részen vannak, vagy... vagy. Ja, hát mint mindenhol. Most itt is van ilyen? nem tudom. Persze. Mindig megvoltak azok a roma telepek, ami most is. És ti ott voltatok? Nem, nem, mi a városközpontban éltünk. Mi a városközpontban. A nagyapám egy nagyon tehetős lovári cigány volt, régiségkereskedő volt. Az akkori régiségkereskedő romák, ezek nagyon jól éltek. Úgyhogy Hát nyilván apám ebből nem sok mindent érzett, mert, mert ugye a nagyapámnak több felesége volt. Á, <laughs> képzeld, de ahogy... ez az ott való, lehetett akkoriban ez? Hát nem lehetett. Ja, de... Egy... Már arra gondolok, hogy a cigány... Nem, hát nem, nem, nem. Hát ez nem cigány hagyomány. Hát, nem, abszolút nem cigány hagyomány, meg nem egy bejárt szokás volt. Hát ő egy ilyen ember volt, szóval kereskedő ember volt, tehetős, és úgy gondolta, hogy mit tudom, ugye, neki ez járt. Amikor meghalt és vírasztás volt, akkor nézem a sok embert, és kérdezem apám, hogy ki ezeket, hát, fiam, ez is a nagybátyád, az is a nagybátyád. És ő az egész országot járt, olyan vásározó ah. ember volt, meg hát üzletelt, kereskedett. <kül> és hát mindegyiknek vett egy házat, feleségeiknek csinált két-három gyereket, és ezeket eltartotta. És ahol éppen utazott, és beesteledett, akkor éppen ott aludt. És ezt majd tudott is volt, vagy ez sejtett, sejtett volt mondjuk kiskörösen, hogy a papa hát, az így tudta intézi, mindenki, az hogy egy... az öreg, öreg, Matyi egy, na, szóval egy szerette a nőket. Aha. Hogy, igen. De korrekt ember volt, mert ezeket így pénzzel eltartotta. De ettől függetlenül apámnak korán meg kellett tudni azt, hogy mi az, korán dolgozni, elmenni dolgozni, eltartani, segíteni hogy a családot, a anyját, meg a testvéreit csak négyen volt. Ott, testem. ott vágtam a gondolatodba, hogy előkészítőben jártam, mert nem járhattál óvodába. Igen. És Féltél a magyaroktól, mert nem is beszéltél még magyarul sem? Nem, igazából nem a magyaroktól féltem, hanem maga ettől a helyzettől. Ezt hát most képzelj egy kisgyereket, aki, hát az összes gyereket, hát a mai napig a magyar gyerek is, hogy bemegy az óvodába, Persze. első napat hát retteg attól anyu, ne vigy engem óviba, mert, mert mit tudom én, hát új környezet, félünk az új dolgoktól. És a lényeg az, hogy hát én is így jártam, leültetett apám, mondta kisfiam, hátatett kézzel, üljél, és húz ki magad, egyenesen üljél és akkor meg is egyezt a tanárnő, ugye mindenkinek be kellett mutatkozni, hát többiek ismerték egymást párom, de én senkit nem ismertem. Na, a lényeg az, hogy ott ülök, és a Kúnhegyesi Ferike álljon föl, és egyedül nekem kellett felállni, soha nem felejtem el. Mondom, mi lesz itt? Nagy gyerekek, úgy képzeljétek el, hogy én a Ferikének az apukáját is tanítottam, aki nagyon jó tanuló volt, és remélem, Ferike, te is ilyen leszel. Hát nyomás Hogy? Nem, egyben nem lett nyomás Ferikén ez, ez a mondat után. Hát most gondolhatod, és akkor hát tudtam, hogy apu egy jó eszű ember, meg egy nagyon okos ember volt, és nyilván ott volt a para, hogy én ezt meg tudom egy csinálni, vagy sem, hát nyilván nem tudtam követni. Én nem voltam jó tanuló. Én egy nagyon nagy bósz, én Harlekin voltam. Szóval nekem kellett a túlélésemhez. Na, a lényeg az, hogy hogy tehát a, apám, apám, apámnak nagyon fontos volt a tanulás, nagyon fontos volt az, hogy, hogy ö, mi romák, vagyis legalább a, a mi családunk, ő meg én tisztelni tudjuk a másikat. És ne nézzük azt, hogy ki milyen származású, hanem azt az ember testvérünket vegyük figyelembe, akivel nap mint nap együtt tesszük, éljük a dolgainkat, ugye függünk egymástól, hogy rendszeresen dolgozott tapám, és mindig azt mondta a fikis hogy ha a magyaroknak van pénzük, akkor nekünk is. Aztán, hogy itt eltek, múltak az évek, hogy a kőfaragói állásból ö, elment lovakkal fuvarozni vett magának lovat, és akkor én is mentem vele. Szóval nekem a gyerekkorom az arról szólt, hogy egész 10 éves koromtól, hogy én befogtam a lovakat a lovaskocsiba kettesbe és mentem ki a tüzépre, volt olyan, hogy egyedül tíz évesen, és akkor megpakoltam szénnel, amivel kellett, téglával, cementtel, és akkor szállítottuk ki, hordtuk, fuvaroztuk apámmal. mennyire, és... mennyire esett nehezedre ez a vagy mennyire? Hát gondolhatod. Tíz... Már nem, nem, maga a fizikai hanem hogy az, hogy... hogy erre vagy, erre vagy, ez a dolgod, erre vagy a születve, vagy... vagy ez így... nagyon nehéz dolog volt. Nagyon. amíg a többi gyerek nem csak a, 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 a magyarok, de a romák is. Amíg a többi gyerek játszott, meg volt egy csomó szabadideje nekem, addig apámmal kellett dolgoznom. És ha nem volt egyszerű gyerekkorom, ez munkával telt, amit ma már nagyon nem bánok. Nagyon örülök neki, mert hogyha nem lett volna ez a napi szintű felelősségtudat, az, hogy például van két ötmázás állat, Akiket napi szinten gondoznom kell, etetni, itatni, befogni a lovaskocsiba úgy, hogy ott, hogy, hogy minden passzoljon, hogy el tudják húzni a lovaskocsit, hogy bemegyek a forgalomba, akkor tudjam őket fogni szárba ezt a gyeplőt, és akkor figyeljem a kressz szabályait, ezeket betartva, de közben a lovaskocsin van majd 40 mázsa szén, szóval kereszteződésekben megáll. Ez nagyon nagy felelőssége. És hogy utólag így 50 éves feljel, rá kellett jönnöm, hogy hogy ezek gyönyörűen beépültek az én életembe úgy, hogy. hogy Meg, megtanított hogy a rendszeresen? Igen, a megtanított a rendszerességre, megtanított a felelősség, ö, 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 vállalásra, ö, és megtanított engem a tudatos ö, életre. Szóval. Volt egy kérdésem, ami közben lehet, hogy módosult, de lehet, hogy nem is annyira, hogy, 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 hogy amikor az öreged így elkezdte érezni, hogy hogy ennek a gyereknek a kezei nem csak gyeplőt fognak fogni, hanem van benne valami művészi véna. Könnyen emésztette, vagy, vagy, ez csak ez fokozatosan jött és hozzászokott? Hogy, hogyan tört? én azt gondolom, hogy anyámmal együtt féltettek engem attól, hogy, hogy, hogy ha én művészi pályára állok, akkor hogy fogok megélni. Igazuk is volt egyébként. Mi voltak az első jelek a te művészeted? Tánc. Tehát amikor voltam én három-négy éves, sőt, korábban én három éves sem voltam, hogy megvannak azok a korai emlékeim, mert apám katona volt, és akkor bementünk anyámhoz, mind, anyámmal látogatni a laktanyába. hát én akkor már táncolgattam, és anyám mindig produkáltatott, hogy fiam, táncoljam egy kicsit, és akkor én elkezdtem táncolni. De nagyon szerettem a Kovács Katinak a, a milyen rock and roll volt ez a szám, mi volt a címe? Nem tudom, de a lényeg az, hogy azt meghallottam a rádióban, hogy olyan zenét, ami nekem tetszik, akkor mindig táncoltam. És akkor na, a kisfiam, csináld, és ott vagyok a laktaniában, táncolj, táncolj. De hát akkor jöttek apunak a katonatársai, és soha nem felejtem, mert valamelyiknél ott volt a géppisztoly, ráakasztották a vállamra, és vigyázmenetet vágtam le. És valamelyik nap találkoztam apámnak egyik volt általános iskai osztálytársával, aki később katonatársa is volt, és beszéltünk apámról, és azt mondja, emlékszem rád, hát felókám, amikor lenyomtad a vigyáz a géppisztolyjal, és adtam neked egy magyaros csak. mondom, erre én is emlékszem, és esküszöm, Emlékszem ezekre a És semmire nem emlékszem, hogy erre emlékszem. Nagyon korai emlékeim vannak a létezésemről. Tényleg? Az, igen. De ez, ez igen. volt valami. Azt szokták mondani, képzeld el, hogyha valakinek valami balesete sok hatás, vagy, vagy fejsérülése van, akkor, akkor előfordulnak vele az ilyen dolgok. Hát velem tört, de nem én előtt, nekem volt egy infortusom, volt egy újraélesztésem. Tényleg? 2012-ben, igen. Uh -huh. Másod második élesztés hozott vissza. Aztán egy héti kómában voltam, aztán Szegeden voltam egy hónapot így a intenzív. Mi történt? Szívinfarktus kaptam. és megállt a szívem a kiskunhalasi kórházban. A kórházban? Igen. De mi? Éreztem, hogy rosszul vagyok, és akkor bementünk a kiskunhalasi sürgősségére. Tesómmal, öcsémmel és a, hát tudtam, éreztem, hogy infarktusom van, olyan tüneteim voltak, melkasi nyomások, alsó végtagok, van ilyen fájás légszomi. hogy ez az, élet... Hát módod, én azért az égettem a, a gyertyát, meg meg a rizikófaktorom is. Tehát anyajágról szinte kivétel nélkül az összes elsőszülött fiú mindenki infartus kapott. Tényleg? Képzelne? Ja. És <laughs> ez velem is megtörtént sajnos 42 évesen, de nyilván, de nem láttam semmit. Tehát nem tudom, hogy... Ja, Tehát ezek a fehér f -f Én nem emlékszem fogyasztó. hogy az alagút végére, ott a fényjel, tudod, szóval nekem semmilyen képem nincs, ami nem feltételezi azt, hogy esetleg nem is voltam a vagy nem létezik egy más szféra. Tehát én nagyon hiszek ezekben, úgy, hogy nincsen semmilyen tapasztalásom. Tehát én azt gondolom, hogyha ez a világ ugye a per tudomány állása szerint arról van szó, hogy olyan ősrobbanás, olyan parányi történetből alakult ki, ami szinte mikroszkóppal sem látható. És ez, hogy ma nem tudjuk, hogy mi a vége ennek a történetnek, hát akkor bármi megtörténhet, nem? Mi a véleményed hát, arról, hogy hogy azt mondják, hogy a, tudó, hogy a művészek három lépése mindig a tudósok előtt vannak? Hát nyilván a tudósok is, ugye a igazi nagy tudósok azt mondják, hogy sohasem a sok agyalás következtében, meg mérések következtében jöttek rá az igazi lényegre, hanem jött egy isteni szikra, ami intuitív. Tehát én ezekben hiszek. Tehát azt gondolom, hogy a intuitív gondolkodás a sokkal magasabb szinten van, mint a reális gondolkodás, a hétköznapi reális gondolkodás. Hogyha be tudunk kapcsolódni ezekbe a intuitív uh, 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 gondolkodási, Rendszerbe, akkor valami félelmetes dolgok jönnek elő az emberben. De volt egy időszak, amikor teljesen ráálltam arra, hogy én festek, teljesen ráálltam arra, hogy akkor én festek, és elkezdtem így agyban is festeni. És már a végén, amikor ugye lefekvés előtt, ugye ébredés előtt van, van egy olyan állapot, amit nyilván mások jobban tudnak tőlem, én nem vagyok jogi, meg nem vagyok, ö, 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 nem foglalkozom ezekkel a dolgokkal különösebben de ez félig alszom, félig éb, már, ébren vagyok állapot, és elkezd, elkezd az ember agya így látni, így belső látásod olyan gyönyörű történeteket, hogy valami félelmetes. Tehát nyilván, hogyha most én a tudomány oldalát közelíteném meg valamelyik szegmensét, és azon agyalgatnék, intuitívan, akkor azok jönnének elő. De hát nyilván én vizuális alkat vagyok, festek, és úgy képek jönnek. És ez volt évekig ez félelmetes gyönyörűség, meg, meg, azt gondolom, hogy képesség. De erre szerintem minden ember képes. Tehát nem hiszem, hogy ez egy kiváltság, intuitív ö, ö, gondolkodóvá. Hát válás. az nem, de olyat festeni, mint azért, az nem mindenki képes. Nem tudom, figyelj, a pályám elején azért én nem voltam ebbe biztos, szóval rossz dolgokat csináltam. De az gáz is lett volna, hogy biztos lettél volna benne, nem? Az lett volna nagyobb Hát bar. akkor nem lett volna fejlődés. Az ott van a hát, Hogy megelégszem azzal, így van. Ja. Igen. Uh, úgy fogom ezt megkérdezni, hogy eh, azt mondtad, onnan, onnan indulunk, ahol abba most, hogy a belső víziók, hogy a belső víziók alapján festesz. És néztem egy, nagyon büszke vagy a mestereidre, akik hasonló roma származású, az összes mester roma származású persze, igen. festő volt. Az egyik Szent András István, aki ma Kossuth díjat is kapott a munkásságáért. És más meséltél egy olyan történetet, hogy Budapestre jártál hozzá és a Józsefvárosból vonattal jöttél haza? Igen. Onnan mindig. Igen. Én, én sem emlékszem, hogy mi is mindig mentünk ezzel a piros, piroskával a Józsefvárosig, vagy a keleti. És, és akkor sétáltatok, kikísért a vonathoz. Ez is egy nagyon szép dolog, hogy a yes. mester kikísért. És akkor azt mondta, hogy, hogy mondd meg, hogy miről beszélgessünk, ugye? Igen. Hát ez a mai napig is így van egyébként. Szóval napi kapcsolatban vagyok, így már nem nagyon járok, ritkában járok fel Budapestre hozzá de napi szinten kapcsolatban vagyunk, tehát telefonálgatunk egymásnak, és ott nagyon jó kis beszélgetések zajlanak minden egyes alkalommal. Tehát nyilván elsajátítottam azokat a mesterségbeli fogásokat, tudást, amit, amit, amit akár egy főiskolán vagy egyetemen el tud sajátítani egy, egy képzőművész. Azt gondolom, hogy ezek engem megtanított Szent Andrási Hát mivel neki is egy nagyon komoly mesterre volt, ugye Péli Tamás, ő pedig kint tanult Amsterdamban a Királyi Akadémián, a monumentális szakom végzett. Tehát neki nagy terv volt annak idején, hogy ha hazajön Magyarországra, akkor valamelyik képzőművészeti főiskolán vagy egyetemen szeretett volna tanítani. Hát nem jött össze, mert korán elment sajnos erről a földről. De Szent András is megtanulta azokat, amit Péli is tanított neki, és ezeket átadta nekem. De ez mellett, tehát nem, az volt a, nem ez volt a leglényegesebb, mert azt gondolom, hogy ezeket a, a fogásokat vagy magamtól, vagy pedig egy másik mestertől is megtanulhattam volna. De azért meg kell, hogy említsem, nemcsak a, a, a roma mestereimet, hanem itt van például Köller Péter, Köller Peti volt az első ember 16 éves koromban, aki oda jött hozzám, és azt mondta, na Ferókám, te ügyes vagy, és ezt csináld. És hála Istennek mai napig egy nagyon jó barátságot ápolunk, és a környékben egyik legjobb mesternek tartok. De aztán kiskörösön is ott van a Babucsik nézel, mi nagyon sokat tanultam tőle, általános iskolában is tanított engem rajzolni. Akkor ott van a Kecskeméti Pista bács, ő sajnos már nem él. Szóval azt gondolom, hogy, hogy hát nagyon különleges művész volt ott kiskörösön ez nagyon sokat jártam, vagy két éven keresztül rendszeresen és nagyon jó instrukciókkal látott el, de nagy hatást, meg igazi tudást Szent András Istvántól kaptam. És ezek egy nagyon jó beszélgetések voltak, szóval. Meg engem, engem egy dolog fogott meg, bocsánat, hogy szabadból vágok, hogy ez, ez nagyon tetszik, hogy a mester el kikíséri a, a vasúttámasodat, a tanítványt, ez, szerintem ez annyira alázatos ez dolog, hogy ez esetleg ez, 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 nem tetsz. tudom elképzelni, hogy ezt valaki megtenné ma, lehet, hogy ő is tudta, hogy valami jót csinálsz, és bízott benned, ez egy másik téma, hanem az, hogy mondta, ő mondta neked, hogy akkor Ferrokán mondta, hogy mi legyen a téma ez alatt a 20-25-30 akárhány perces séta alatt, és ti elkezdtetek beszélgetni arról, hogy nem emlékszem pontosan, hogy mi a minőség, vagy mi az eredeti? Mert ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés a mai világban. Főleg, hogyha valaki és nagyon sok, sokunk az interneten gyűjti be az információt, és már a hírektől kezdve a, minden a, a, a képek, a, a nők a képeken. az a, Mindenről minden minden... hogy hogy igaz-e. Nem tudjuk, hogy igaz-e, és, és ho, egy fiatal ho, hogyan lássa meg a kettő között a különbséget? Abba maradtunk, hogy tehát a beszélgetés, tehát az a beszélgetés, amit, amit gondolom egy velem egy készített néztem, interjú igen. kapcsán fogtad meg ezt, vagy mondtam ezt, arról beszélgettünk, kérdez, hogy kérdezed, miről beszélünk? Hát mondom, hogyan tudod megkülönböztetni a jó képet a rossz Na, ez az, pontosan nem a mindenség. hogy abba maradtunk, hogy, hogy a, a jó alkotás, és most tök mindegy, hogy melyik művészeti ágról beszélünk, az mindig igaz. Szóval mitől válik igazzá valami, amit, 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 te közölni akarsz a másikkal. Nyilván attól, hogy az vagy egy hazugság ilyen egyszerű. Tehát az átmegy rajtad, keresztül megy rajtad, hogyha már ugye festészetről beszélünk, mint ahogy ugye azt gondolom, hogyha valaki például a, 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 full valóságot próbálja megragadni, ugye a látvány után fest, és tökéletes technikával megcsinálja, azért egy rettentő nagy technikai bravúr, és minden dicsőség az övé, mert meg elismerésem, mert egy hatalmas technikai tudással bír, de nem több. Nem nagyon értem a, az, az, azt a fajta uh, művészetet, aki, aki mondjuk a hiperrealista, aki, aki lefest egy fotográf szerűen egy képet, tehát nem látom az értelmét. Hát igen, főleg a mai korban már most már ott van a fényképezőgép. Szóval nincs de nem lehet felvenni a versenyt, de még tehát azt mondta, itt van Csernus ö, ö, mester, ugye, aki országban élt, hát az olyan hiperrealisztikusan tudott festeni, egy-két ecsetvonás úgy megragadta a lényeget, hogy ma nagyon kevesen ö, tudják ezt így felülírni. Tehát sok jó, nagyon komoly, technikás ö, ö, művész van, de azt gondolom, hogy attól, lett, attól lesz valami tartalommal és igazsággal megtöltve, hogyha ez rajtad átmegy. Tehát én soha tehát a látványt inspirációként használom, és nagyon sok tájképfestő, ugye annak idején francia impressionisták, ugye impresszió benyomás festettek meg, és nem a, tehát a lényeget próbáljak megfogni, és nem pedig maga a teljes látványt ö, ö, próbálták lemásolni. Tehát az, az egy reprodukció. De hogyha beleviszel egy olyan pluszt, ami, ami, ami a te világodból jön, ami végigmegy rajtad, átmegy rajtad, és nem baj, hogy nyilván ugye emberábrázolás, nálam a elsődleges lényeges történet, nem baj, hogyha a kéz egy kicsit erre csukli, vagy anacol még nem stimmel, ugye hány ilyen művészről tudunk beszélni, lásd, ott van a munknak például a sikolya. Igen. Ezt hát ez egy... tíz éves gyerek meg tudta volna csinálni, de a olyan erő van, és a bo... olyan igazság, hogy amikor az ember be van szarva, akkor tényleg ez a sikoly van, és ez a kétségbeesés. Úgyhogy ez attól jó kép. Volt é. már olyan, hogy hogy igaznak találtad aztán egy, egy festményt vagy egy művet, aztán utána meggondoltad magad? Mennyire számít a pillanat és annak a benyomása? Hát az elején elején. Nem, igazából én mindig igaznak tartottam azt, amit csinálok. Nem, nem feltétlenül a tiédről gondoltam, hanem, hanem én mindig ott tartok, hogy nekem nekem sokszor, én sokszor eltévedek. Aha. A filmnézéstől kezdve a festmény uh -huh. tárlatig. Uh -huh. Tehát sokszor azt gondolom, hogy igen, nem vagyok benne biztos. Uh -huh. Tehát, hogy oké, persze, akinek. Én azt gondolom, hogy hogy sokszor attól lesz valaki jó művész, mert kivételes az ízlése. Uh -huh. Nyilván, hogy ez is kell, tehát kell hozzá a jó szem, a jó fül, a jó orr <laughs> ahhoz, hogy az ember meg tudja ízlelni a, a, a művészetet. Hogy mitől lesz valami igaz? Elsősorban azt gondolom, hogy attól lesz igazán igaz valami, hogyha, hogyha az, az, az ilyen teljesen érdek nélküli. Szóval mondják a nagymesterek, hogy főleg a képzőművészet egy haszontalan dolog, de minden más művészet. Hogyha abban haszon van, akkor már régen rossz, nem? Hány olyan van. művész van, aki azért fest, hogy ebből meggazduljon. Nyilván jó is igazán mennek, hogyha megveszik Há, persze. a festmény, meg, meg van olyan nagy művészek, akik azt mondják, hogy, hogy ez, a, ez a fokmérője a tudásomnak, hogy tőle én minél több képet adok el. De ezzel nem értek ez teljesen egyet, mert nem hitt például az én festményeim, én úgy festem őket, hogy nem minden alkotásom fali dísz. Én nem azért festem őket, hogy ott díszelegjen a falon, annak van valami üzenete. És lehet, hogy kicsit megborzadok az egyik karsztól, mondjuk a manus képemnek a figurájától, és nem tudnék vele együtt élni, de mégis igaz. Tehát nem, nem hiszem azt, hogy az, az igazi nagy művészet, ami szórakoztat. Nyilván van egy ilyen kategória is, és nem kell lebecsülni, az is nagyon fontos. De De azt gondolom, hogy a nagy dolgok, és több fórumon elmondtam, a nagy dolgok mindig helyre kell, hogy rakják az embert. Katartikus élmény. Igen. Igen. És ő helyedre kerültél, hogy elmész moziba, megnézel egy jó filmet, akkor egyszerűen, főleg fiatal koromban, kijött, biztos te is így voltál, kijöttél moziból, és jöttél le a lépcsőn, és közben azon agyaltál, hogy hogy tudnék én a, 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 ugyanaz a hős lenni, igaz? Nem? Nem mondjuk. Szóval azonosulsz a, azzal a hőssel, azzal a szereppel, azzal a történettel. Hogyha tudsz vele azonosulni, akkor az úgy rendben van, de azon túl, hogyha te kapsz egy olyan pluszt tőle, amitől, amitől épülsz, ami segít téged abban, hogy hogy, hogy így tovább lépjé így az emberi sorsokon, tehát segít abban, hogy... Mert ugye nincs mese, olyan... Tehát a maga földi lét, az emberi lét, az egy olyan történet, hogy mindig feladatokat kínál elénk, amiket így... Amiket, amikben így, így nem, nem az, hogy megoldani, meg, meg leküzdeni, meg ilyen hülyeségek, hanem hogy, hogy odarak téged, és ezzel valamit kell kezdened. Tehát azt gondolom, hogy nem kell mindig leküzdeni, legyőzni, mindenáron megoldani. Vannak ilyen emberek, meg vannak ilyen iskolák, akik ezt tanítják, hogy azért születtünk a Földre, hogy az emberiségnek az a feladata, hogy fejlődjön és ö, 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 Megoldja ezeket a problémákat. Uh -huh. Nyilván ez egyik alapvető történetünk a túlélés. Ha nincs meset, ha túl kell élni ezt a, ezt a, ezt a idegen környezetet. Akármilyen szép ez a Földbolygó, azért nincs meset, levegőt kell venni, de hála Istennek most már az egyedüli szervünk, vagy az egyedüli. Tehát olyan dolog ugye a lélegzés, hogyha tudatosan is figyelsz rá, tudod irányítani, nem olyan, mint a szívdobogás, a lélegzésre tudod irányítani, de az, hogy nem figyelsz rá, akkor is lélegzel magadtól. Tehát nem tudatos. Ha akarod tudatos, ha akarod nem. Nyilván a szíved de nem tudod ezt megcsinálni, a veséd, de nem tudod ezt megcsinálni. Ezért szünk szerelembe, mert a ja. szívünket nem tudjuk. Ja. De értelek. persze, így, így van. Kell. Na, szóval Helyzetben vagyunk, és az a kérdés szerintem a leglényegesebb történet, hogy tudjuk-e az adott pillanatban, vagy az adott napokban, hetekben, hónapokban, hogy tehát behelyezni magunkat úgy, hogy, hogy azt lássuk saját magunkat. Nem tudom, jó, értelmes, amit most mondok. Értelmes, Tehát... attól függetlenül nem értelmes az ábrázatom, hogy figyelem ezt. <gül> ne, <gül> én gondolom, abból szűrőd le. Nem, nem, nem csak, csak nem, nem tudom, mert én közben gondolkoztam valamit, hogy jól értem-e, és ez elmondaném az én történetemet, és lehet, mert hogy abból tudni fogod, hogy én megértettelek-e. De, de pill pillanat, példá, csak egy példát mondok. Ugye vannak emberek, akik napi szinten foglalkoznak azzal, hogy mit gondolhatnak róla az emberek. De ezen naponta vagyunk mindannyian, te is, én is vagyok így. És nem biztos, hogy jól látjuk saját magunkat, hogy, jól, hogy vajon azt gondolják, amit én gondolok, vagy pedig azonos ez a gondolkodás, ahogy mi gondol, közösen gondolkodunk, vagy pedig más. Szóval nem mindig tudjuk magunkat jól beérláti. Így van, így van. Szóval, de hogyha ez működik, tehát ez meg a művészet pedig segít téged abban, a igazi nagy művészet segít téged abban, hogy a helyeden legyél. A, a művészet művelése, vagy a művészet? Maga a művészet, például egy üzenet, egy jó film, egy jó kép. Szóval ugye a helyedre raknak. Amikor itt teljes vagy, amikor, így, amikor azt mondod, hogy már ugye tudjuk nagyon, hogy nem attól válik gazdagá -e valaki, hogy hatalmas vagyóletet szert, hanem attól gazdag, hogy nincs szüksége semmire. Amikor ettől vagy a helyeden. Amikor egész vagy. Most az, az a igazi művészet, ez a legjobb szóra egyébként. Amikor azt érzed, megnézel egy jó képet, és így, így helyre rakott téged, még hogyha, vagy egy jó filmet. Szóval, na szó, szóval ez az, most akkor helyemen vagyok, és ez egy nagy felismerést adott nekem, mint ember. Hát kellenek ezek a katartikus élmények hogy. Igen. Sokszor azt gondolom, hogy, hogy kell az, hogy az ember kicsi legyen. Sokszor <laughs> kicsinek, ére, nem, nem, ér. nem, kicsinek érez magad. Tudod, Igen. arra gondolok, mikor, mikor elmész ilyen kiállított terem nagyságú kép mellé, és odaállsz, és nézed. És, és biztos vagyok benne, hogy sokszor az a cél ezzel, hogy adjon nyomjon a kép. Már nem ez a legjobb kifejezés rá. De az, hogy, hogy ott valami nagy van, és te meg egy kicsi vagy, és érezd magad kicsinek, mert jó, hogyha kicsinek érzed magad. Én azt gondolom, hogy a vallások, a vallások alapja is valahol, valahol az lehet, hogy, hogy akkor követjük a legnagyobb hibát, hogyha azt hiszik, hogy nincs fölöttünk senki. Persze. Hát figyelj, hogyha, hogyha nagyot akarsz látni, akkor el kell menni Pécsre a Csontvári Múzeumban, és meg kell nézni Csontvárinak a műveit. Én minden évben elmegyek, és akkor leülök ilyenkor egy monumentális Csontvári kép elé, és akkor helyre rak. De úgy, ahogy te mondod, Szóval akkor jövök rá és szembesülök azzal, hogy milyen parány az ember, az emberi lét. De egy millió egy olyan helyzet van, hogy itt volt az infartusom, meg, meg, meg eleve minden fiatal, ilyen 30 éves korai, koráig, ilyen halhatatlannak érezzük magunkat, mindannyian. És aztán, hogy jönnek a érzet, hogy fáj a derekad, a lábad, aztán hiába sportologatsz az izom már nem úgy fejlődik, sőt, visszafejlődik, már nő a hasad, és kezdjük rá többen szarra, <laughs> hogy itt, itt valami valami nem stimmel ebben a tervben. És akkor, akkor, akkor viszont nagyon elgondolkozol azon, hogy hogy akkor mi végre, meg hogyan van ez. És milyen csodálatos dolog, hogy az ember tud énekelni, táncolni, kreálni, és közben ez egyes emberek ezt játékosan teszik, hogy ez nekik nem munka, nem teher. Szóval ez valami gyönyörű dolog. Szóval az, az emberi lét, az emberi lét függetlenül attól, hogy ilyen állatias testünk van, de ez is szép, szóval ember a szép. Is. Szóval egy, egy olyan, gyöny olyan csodálatos lények vagyunk, amikor már az ember eljut a, a tudatának arra a, szintje, a szintjére, felismerésre, nagyon sokat gondolkodtam ezen a univerzumon. Volt egy időszak, ugye beszéltük az előbb, hogy jutottam, mennyi jó dolgot lehet, és vannak olyan periódusok, amik rákadtam az valamire. És volt egy időszak, amikor csak az, kint voltam az univerzumban minden este nefekvés előtt. csak <laughs> <laughs> elő. Stephen Hawkingtól mindenkit végignéztem, és végighallgattam a, a időelméletektől kezdve. Ez szóval egyszerűen rádöbbensz arra, amikor már nincs lényege annak, hogy, hogy valami kicsi vagy nagy amikor nem, tudod, hogy nem számít az, hogy, hogy, hogy a mostani emberi gondolkodás szerint egyszerűen fel sem tudjuk fogni az univerzum végtelenségét, nagyságát, de közben vannak már olyan mikro történetek, ezt szóval ugyanúgy megtalálhatod, ami a nagyban, ugyanúgy a piciben is. Szóval félelmetes. Félelmetes. De, és igen, de és azt akarom ezzel mondani, hogy így közben azon is elgondolkodtam, hogy, hogy Pár száz méterről már, ugye te fotózol, ugye drónról jobban látod, én csak elképzelni tudom, vagy hogy egy fotoidet itt láttam a stúdióban, egy pár száz méterről már nem is látszik az ember, <laughs> az emberi test. Az, hogy milyen parányiak vagyunk, de közben gondolatban gondolatban olyan magasságokra tudunk törni, a, akár a művészete segítségével, hát nézzük meg ugye a nagy klasszikus zenészeket is. Szóval, hogy a fenébe lehet ez? Szóval én mindig rácsodálkozok az emberi létre, hogy ez meg, milyen nagyszerű dolog, és mennyire felfoghatatlan számunkra, hogy, hogy, hogy mi itt létezünk ezen a bolygón, és, és vagyunk. És az, hogy, hogy mondjuk van, ez egy óriási szerencse, hogy te meg én vagyunk. Ha csak a, a, se, a spermák számát nézzük, hogy abból én, az az egy, abból én lettem igen. és vagyok. A legszerencsésebb vagyok abból a millióból, és, és semmi másra nem is lenne szabad gondolni csak arra, hogy egy szerencsés flótás vagyok, aki megszületett, és van nekem 60 évem, az egy év az körülbelül a, az a mai, ez mint egy óra. Igen. Tehát van 60 darab Igen. órám, amivel kezdjek valamit, és csak egy dolog van, ha a hétfő reggel, hogy fölkelek, az még úgy biztos nem ütnek el, meg akármi, és meg tudok csinálni egy hokedli az mondjuk veled. És tökéletes Úgy, volt a nap. Igen. Most képzeld el, hogy ezzel a, ehhez a, tehát marad vennél a gondolatiságnál, hogy mennyire eltörpül az, az én esetemben, hogy, hogy én roma vagyok. Szóval kit érdekel? Igen. Hát nem Értele. is eset szó rólam a fél Értele? órája. Nem. Szóval kit Pedig érdekel? ezzel reklámoztam. Igen, igen, igen. Szóval mennyire nem fontos ez, hogy valaki cigány, vagy nem cigány, vagy a fene tudja kicsoda. Szóval, az, hogy itt létezünk ebben a univerzumban és fény fényalapú világban, ez valami hatalmas csoda. Most, most, a... most bocsánat, most jutott eszembe egy szolgálati közlemény. Bogdán László, Cserdi polgármestere, itt Igen. van Kalocsán. Ahogy mondtam, a cigányok osszák az észt ma este Kalocsán. Ha valaki nézi, és Bogdán László be akar jönni beszélgetni velünk, mi nagyon szeretnénk vele beszélgetni. Ennyi szolgálati hír, de megszakítom a még, hát, még, még gondolatiságot. Bogdán. Úrral én nagy ö, 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 lelki ö, ö, barátságot gondolok, meg testvériséget hiszek. Én Végnéztem egy jó pár olyan ö, ö, videóját, vagy nyilatkozatától eddig, ugye évek során nyilatkozott meg, mert amit csinálsz szóval le a kalappal. Szóval azt gondolom, hogy, meg azt mondom, hogy mielőtt bárki nagyot mer álmodni, meg nagyot akar gondolni, először a háza körül söprögessen körbe, ő ezt megtette. Szóval egy egy olyan komoly dolgot hozott létre, amit nagyon kevés ember ö, ö, tudott megcsinálni, vagy tud megcsinálni e, abból a helyzetből, amiben akkor ők voltak ott Cserden. Szerintem csak annyit csinált, hogy, hogy befelé fordult, befelé fordult, és azt mondja, hogy mi vagyunk gyerekek, ezek vagyunk. Persze. Ha ha nem dolgozol, akkor köcsög leszel a börtönbe. Mi, mi oldjuk meg a saját problémánkat, Persze. és ez vagyok, és kész. Vagy. Na, ő, én, ő, én őt egy nagyon igaz embernek gondolom. Ő, ő egy legalább akkora egyéniség, vagy akkora forma, mint egy igazi. Tehát ő egy nagyon komoly készmű. Igen. <laughs> szóval nagyon... Mennyire kell műként kezelni a, az embert? Magunkat, Mennyi mennyire? Hát abban én nem hiszek egyébként, hogy vannak ilyen nagy általános ami mentén kell haladni bizonyos társadalmi rétegeknek, és hogyha ezt követik, akkor mindenki rendben lesz. Ez nem így működik. Nyilván vannak ilyen nagy alap törvények, meg igazságok, amiket követni kell, és be kell tartani, mert másképpen a együttélés szabályi szerint nem tudunk semmit csinálni. hála Istennek azért, azért van, tehát a rendszer jól működik Európában de abban nem hiszek, hogy csak ezen múlik. Tehát csak azon múlik egy, egy ember egyének a boldogsága, hogyha fentről irányítva megmondja valaki, mondjuk nekem, bár, tehát férét és nelség, nem tartozom egyik párthoz sem, nem vagyok sem fideszes, sem MSZP, és nem bal vagy jobb szélsőséges gondolkodás, az nem végképp nem. Tehát én ezekben nem hiszek. Tehát abban nem hiszek, hogy nekem majd felülről mondja meg valaki, hogy, hogy felrókám neked ezt és ezt kell csinálni, és hogyha ilyen juttatásokban részesülsz, akkor neked jobb lesz. Tehát nem de, de, de. És az a probléma, hogy a, a, rendszerváltás óta így szépen el lett hitetve a magyar társadalommal, de akár egész Európában, Európával, hogy, hogy felülről irányítva, felülről mondják meg neked, hogy hogy kell ezt csinálni. Itt. Tehát Sőt, itt vannak és hogy konkrétabb legyek, itt vannak például ezek a csomó uniós pályázatok, amiket így évtizedek során kaptak a, az emberek, akár körösön, vagy itt ezen a környéken, férjét és ne, ne esik, nem akarok senkit megbántani, megsérteni, de azt gondolom, hogy hogy ma már nincsen igazi nagy produktum. Tehát ma már úgy dolgozol, hogy az nincs mögötte tisztelt a kivétel, nincs mögötte produktum. Tehát kapod a pályázati pénzeket, csinálod a dolgod, és ennyi. És akkor abból talán egy kisebb előnyhöz, vagy nagyobb előnyhöz tudsz jutni, hogyha mezőgazdasági munkát végzel, akkor nyilván van produktum, de van olyan sok olyan helyzet, amikor nincs. Nem akarok most példáulózni ezekkel. Értelek, értelek. értelek az, hogy miről de beszélek, de... Gondolom, de... hogy ők meg azt mondják, hogy amit adnak, fogad el. De... Persze, nem? világos, de nem erre akartam kiukadni hanem arra, hogy el vannak kényelmesebb az emberek. Uh -huh. Csak akkor hajlandók most már tenni valamit, mondjuk akár roma ügyben, Hogyha van mögötte pályázati pénz. Mert hogyha nincs mögötte pályázati pénz, akkor nem tudjuk ezt megvenni, azt megvenni. Tehát ezekben én nem hiszek. Tehát nekem van kiskörösen egy kis ö, Apám hala, halála után kezdtük el. Most már lassan két éve, hogy működik, és egy szikrányi pályázati pénz nincs benne. Azt akarom bebizonyítani és megmutatni az embereknek, illetve felhívni a figyelmüket, mind romának, és minden romának hogy ebben a helyzetben, ami most vagyunk mi romák és nem romák, itt sokkal nagyobb társadalmi szerepvállásra van szükség, mindkét oldalról, ahhoz, hogy itt történések legyenek. Mert hogyha ez egyszerűen egy pár ilyen olyan emberre bízzák, mint én is vagyok dísz cigányra, vagyok <laughs> -cigány. Igen. Igen. Szóval jó van, Ferókám, te nagyon ügyes vagy, figyelj, itt vagy, ezt csak te tudod megoldani, tehát ebben nem hiszek. Egyébben apámmal is 40 éven keresztül le esztítették e, 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 el, és apám el is hitte. Meg sok romával. Tehát azt hiszik, hogy egy, egy kisebbségi romai önkormányzaton keresztül meg tudják váltani a világot. Érteleg. És a romák pedig joggal várják el, várják el, el hogy a... akkor segítsé rajtunk, de hát ez csupán egy egyszerű kirakat politika, itt kulturális autonómiád és semmi több. Mi ez is nagyon nagy dolog. Már ez is valami. Ami feladata alapú támogatással jár, ami azt jelenti, hogy ha csinálod, jól csinálod a programokat, akkor több pénzt kapsz. És van, aki egy-két milliót is össze tud szedni programokra. És más ilyen kisebb egyesületek, kulturális szervezetek egész évben nem tudnak kapni, vagy összekaparni ennyit. Nem? ez, ez működő történet lehetne, de nem várható el több, nem várható el több tőle, mint ami. Úgyhogy most nem akarom föltenni ezt a klasszik riporter kérdést. Ha és akkor, akkor hogy oldjátok meg a problémát? Hát ki tudja ezt. Hát mindenki oldja meg a, úgy, ahogy a cserdi polgármester. nincsen, tehát nincsen egy általános standard, ami, amit mindenki, tehát ebben nem tényleg előbb beszéltünk erről, tehát nem hiszek. Itt egyének vannak. Azt gondolom, hogyha, hogyha az emberek között egy valódi kommunikáció lenne, ami, ami mai napig nincs meg, és most akkor romákról, meg nem romákról beszélünk. Ö, van egy felszínes gondolkodás egymásról, de nagyon ritkán látom azt, amikor le tudnak ülni egymással romák és nem romák, és elindul egy érdemi beszélgetés, egy kölcsönös megismerés. De Mondom. te ezt megteszed, igen, mondd. Hát nekem ez egyik fő feladatom. Megteszed csak gyerekekkel? Meg, felnőttekkel is megteszem. A kiskörösön a klubomban ö, valamelyik nap elhívtam a szociális szférában dolgozó pár magyar barátomat, meg egy jó pár romát, és akkor ugye nem az van, hogy, hogy van köztünk egy asztal, és amikor bemegy mondjuk a gyámügyhöz a roma csávó vagy a roma csaj, akkor nyilván van egy alá és egy fölé rendelt viszony a legrosszabb esetben. De itt akkor, amikor mi itt összejövünk, akkor van egy körbeülős Beszélgetőkör, kirakjuk a székeket, és elkezdünk beszélgetni egymással. És akkor ez, ez két hetente történik, zajlik, valami, van valami esemény. Vagy például a katolikus papot, van egy zseniális katolikus papunk. Ő, ugye, ő seffer atya, seffer Attilának hívják, aki, aki, akit én nagyon jó barátomnak is gondolok, de azt hiszem, ő is így van ezzel. És azt találtuk ki közösen, hogy akkor elmegyünk közösen hogy romákat, roma nagy családokhoz látogatóba. És akkor nem az a cél, hogy így meggyőzzük őket. De ahogy... most a, a, nem dísz Romákról beszélünk, hanem igazi, valódi. Persze, így van. Bajban lévő, szegény. Már nem biztos, hogy bajban lévő, van. de nyilván a romá... Hogy? Akkor rom... rosszul, rosszul, rosszul mondom, hogy, hogy választottátok ki ezeket a családokat? Én minden családnak be fogom mutatni. Uh -huh. Szóval itt, itt nem, az a, nem az a cél, hogy mindenáron segítsünk, hanem az, hogy ismerjük meg egymást. Hát, Mert ugye más, de mesélte nekem Attila atya, hogy, hogy ő, őket tanítják, vagy ők tanulnak romológiát, de ez egészen más. Egészen más a könyvből szerzett tudás, mint amikor személyesen oda megyek mondjuk az egyik roma archoz, és akkor beszélgetek vele arról, hogy mondjuk, hogy ő neki, neki mit jelent romának lenni ahány ember, annyiféle roma van, mint ahogy ahány magyar nemzetiségű, annyiféle magyar tudat. Hát mitől lesz valaki magyar? Hát attól, amit, amit ő megélt, amit ő tapasztalt magyarként, ami, ami, az ő fejében van, ő lelkében van. Úgyhogy nem lehet általánosítani. És hogy ezek a megismerések megvannak, ezek az egyéni hangok fel vannak tárva színek, egymás előtt, tehát akkor, akkor az ember beszélget a másik emberrel. Úgy, hogy mi most és akkor eltű... Van utána katartikus élmény egy ilyen kör, körben ülős csoportterápia után? Mit mi a tapasztalatod, hogy hogy állnak föl? Hát azt gondolom, hogy ezek az emberek, a nincs is katartikus élményük, ezek másnap találkozni fognak az utcán, és ahhoz nagyon ö, ö, képmutatónak kell lenni, vagy, vagy nem is tudom szóval én ostobának, hogy utána ne köszönjenek egymásnak. Aha. És ezek beszélgetnek utána is egymással. Szóval én azt gondolom, hogy nekem kiskörösen vagy itt a környékben az a feladatom, hogy egy hidat teremtsek roma és nem roma között. Szóval. Itt, én am sz... Amit teszel, voltam az Ágnes galériában, ahol ki vannak állítva a képeid, és meg is lehet vásárolni, ha már reklámozunk, és az Ágnes asszony, ugye ő, ő Ágnesnek hívják a igen, tulajdonos igen. hölgyet, ő azonnal elmondott rólad mindent, tehát a legjobban föl, fölkészített emberem volt nekem, és mondja, hogy Feri ül a biciklén, és megy, és menti a romákat az utcán. És akkor ez ugye hogy ott fekszelek a, a romák, és tudod. Ott... Nem. 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 Ági az elfogult velem szembe, Azt tudni kell, hogy, hogy a Takács Ágnesről van szó, a művészettörténésről. Ő, ő írta a, a Péli iskoláról, tehát a professzionális roma képzőművészetről és ő adta ki ezt a csodálatos albumot, ami ott van a hátad mögött. Egyből? Én kaptam egyből, uh -huh, azonnal. Uh -huh. ö, ő nagyon elfogult velem, mert ő egykori általános iskolai osztályt, ö, osztálytársam, nem sokkal idősebb tőlem, pár év köztünk, de osztályfőnököm volt. Teleg. Képzeld el. Aha. És benne úgy éltem, így több fórumon elmondja, hogy a Ferike az ilyen tágranyílt szemekkel ült és ilyen kis bölcs figurának tűnt, aki csendben figyelt, és nem szólt Gandinak. Igen. De... de... én nem úgy emlékszem magamra, szóval én nagyon csibész. Én a hátsó, hátsópados csibész gyerek Igen? voltam. Persze. Én hátsópados a... magányos gyerek voltam. Te is hátsópados? De hátsópados, volt. de hátra tettek, mert azt mondták, hogy az a csendben nem zavar senkit, se elő, hát az a... Na Ez is milyen érdekes, ugye? Mert közben egy ma Magyarországon beszélünk nagyon erősen a tehetséggondozásról, és hála Istennek, ez egy nagyon szerencsés ember vagyok, mert van egy gyönyörű párom, Winner Mónika, aki egy kiváló pedagógus, gyógypedagógus, és tudom, nagyon sokat tanulok, és nagyon sokszor meg tudjuk osztani, beszélni egymással a, a, a kölcsönösen a gondolatainkat, és ő szakmailag vagy alátámasztja a gondolataimért, vagy pedig hogy elutasítsa, ez hülyesége. És akkor felmerült egy jó pár hónap ezelőtt, Ugye a tehetségnek a definiálás, hogy ki a tehetség, meg hogy látod meg egy uh -huh. gyereken, hogy tehetséges. És mondom neki, hogy, hogy szerintem a, 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 a fiatal, pici gyerekben ott látod a tehetséget, hogy, hogy van benne erő, hogy uh -huh. van benne power, hogy, hogy izgága, valamit akar, és egyfolytában magára hívja, mondja a figyelmet, és valamit üzenne, valamit mindig csinál, kreál valami. A lényeg, hogy ezek a rossz gyerekek. Igen. A kis feleke. És nézd meg, hogy mi történik a manapság ezekkel, tehát tisztelet a kivétel, de mi történik az iskolában a rossz gyerekekkel. Nem bírunk velük, mert annyi gyerek van az osztályban, 30, mit 25-30 gyerek, egyszerűen a lehetetlenség tehetséget gondozni. Tehát azt gondolom, hogyha nyilván nem vagyok pedagógus, nagyon nem értek hozzá, csak látom, hogy van rá látásom a dolgokra, meg láttam sok ilyet, meg járok iskolákba, ilyen művészetterápia jellegű dolgokat tartani tanórán kívül egy kis erősítő, ilyen önbizalom erősítő, fejlesztő történeteket adok elő. De azt látom, hogy így nem lehet így tehetséget gondozni, hogyha 30 gyerek van az osztályba, Legyen 10 gyerek, vagy 5 gyerek. Hát ez a, a magániskolák. Igen, olyan fizetsz? szépen fel lehetne fedezni, vagy gondozni ezeket a gyerek, és köztük a roma gyerekeket is. Szóval olyan ügyesek, olyan zsenik vannak köztük, hogy valami félelmetes. K kellene nekünk annyi tehetség, ami fogyasztói társadalmunkban? Vagy csak reklámfogyasztó vásárló. Ha mindenki a és képessége szerint lenne képezve, akkor boldog emberek lennének a Földön. Az jó, jó, a, a ismétlen magam a jó a boldog ember a fogyasztói persze. társadalomnak. Persze, hát miért jó? jó? Tehát, hogyha téged elismer, elismer a környezeted, akkor automatikusan te is el, elismerővé válsz. Jó, de attól még nem fogom bekajálni a reklámokat, meg költeni a pénzem számolás nélkül, meg hitelt felvenni. Hát miért ne? Pont az, az állam mért... csinálni, szerintem. Nem biztos sem. Miért ne kajász? Mért... virágokat szagolgatni a rétre, mert boldog Na, Azért teljesen ezzel nem értek egyet, mert azt gondolom, hogy mi egy nagyon jó korba születtünk. Fel. A legjobb korba. És sokszor rácsodálkozok azon, hogy milyen jó, mekkora dolog az, hogy van egy idő, időutazónk. És az autó. Igen. A, belül csak a kocsi, ember és Ott vagy egy órán belül mondjuk Budapesten. És akkor ezt régebben hogy tudták meg? Vagy Nézd meg a telefonodat. Hát, az valami hihetetlen. Kis voltam, és mindig arról álmodoztam, hogy de jó lenne lenne egy ilyen kis tévém. Olyan jó lenne, és fülhallgató is így nézni este. Van. És van. 50 éves vagyok, és van ilyen kis tévém, és azt nézek rajta, csak a, a, amit csak én akarok. Hát, ez fantasztikus dolog. Hát akkor miért simán bekajálom? Az más kérdés, hogy, hogy ettől én hogyan érzem magam, vagy ő milyen irányba fog vinni engem. Mert tudjuk nagyon hogy vannak olyan emberek, akik csak az anyagi javak által mérik a dolgok valódiságát. Hogyha nem vagy gazdag csávó, nem vagy gazdag ember, nem olyan családból jössz, akkor senki vagy. Hát nyilván ez vicc. Na nálad mi a sikermérőszáma? Maga a boldogság. Az, hogyha a környezetem, a szűk családi köröm. Jól érzi magát, esetleg én is hozzá tudok járulni ahhoz, hogy jól érezze magát. Közhely, de szeretjük egymást, békében élünk egymással, ez a siker. Szóval az, hogy, hogy mondjuk esetleg én jó festő vagyok, én nem vagyok jó festő, nyilván az, hogy jó festőnek gondolom magam, szerintem mondom, hogy annak tartom magam, ez is siker. De de nem vágyom különösebben nagy babérokra, én nem akarok a világ legjobb festője meg a legelismertebb művészévé válni. Nyilván az utóbbi időben, amik értek engem pozitív elismerések, ezek jól esnek az embernek. Mondhatjuk azt, hogy sikeres képzőművész vagyok, de hogyha nem kaptam volna meg ezeket az elismeréseket, akkor is annak gondolnám magam, mert azt csinálom, amit akarok. Bács megye prima. Prima, Adi. Ez a képzőművészet vagy festészet kategória? Van-e egy festő? Magyar képzőművészet kategória. kategória, volt, kategória. Kaptál egy, egy díjat, és ott nyilatkoztál, és azt mondtad, hogy hát még nem tudod, hogy mit kezdjél ezzel a díjjal, úgyhogy hazamész, és kirajzolod magadba. <síns> azt elmagyarázod. <síns> Te azt gondolom, hogy emberek ezekért a díjakért ölik egymást. Ez jó. <laughs> Ezért maragadtam le, és nem Nem azért csináltam, meg nem is azért csinálom, hogy én díjakat kapjak. Tehát mondom, jól esik az embernek, amikor elismerik, de de ne, a feldolgozásra érdekel, mert Persze. gondolom, ez egy feldolgozási folyamat, hogy hazamész és kirajzolod magad. Ez hát nagyon-nagyon durva volt. Tehát mikor átadták a a kecskemét. Mindenki pingvinnek volt öltözve. Persze, mindannyian én is, Black Tea, vagy hogy hívják ezt a öltözéket, ott a meghívó, és akkor olvassa a párom, azt szóval mondja, Black Tea. Mondom, mi az? Tehát? Fekete tea. <laughs> vagy nem, lehet, hogy rosszul mondom, a itt a pillangó, látod? De komolyan. És leszáll ide. Ja. <laughs> hát ez azért jobb, kellékonyak nem kell, díszlet a művészetre, való beszélgetésre. Szóval ott, vagy keskemit szeret, azt sem. Na a lényeg az, hogy hogy, hogy mindjárt megyünk be a, a, az ajtón, és akkor már welcome drink, fogad minket a. a ottani vezérigazgatóság, köszöntenek, két kamera egyből rátszuppan, fotós, mondom, mi az Isten, mert mondom a páromnak, Móni volt velem a, a élettársam, meg a takátsági, a egykori tanárom, mostani művészettörténés vagy. És mondom, mi van itt gyerekek? és akár merre mentem, így rám volt szuppan egy fotós, így fotózgató. Hát mondom, ezt nem bírom. De a lényeg az, hogy alig vártam, hogy leüljünk, ott voltak a gyönyörű körasztalok, ment a, elkezdődött maga est, ugye mindenkiről készítettek egy, egy kis rövid bejátszót, egy kis rövid filmet, be-bemutattak mindenkit, fel kellett menni a színpad, hogy a tíz kategória győztes, és mindenkinek megköszönték a munkásságát. És ebből a tíz jelöltből, illetve a kategória győztesből hirdették ki a három prima díjast. És akkor megy, a, megy a, a direkt be a zene, tudod, amitől még így fokozzák Aha. a kedélyeket. Szív dobogás. És, ja, és ülünk így. De bennem semmilyen esküszöm. Tehát én egy, egy percig sem számítottam arra. Már nézzük ezt az étlapot, hogy mi lesz a kaján. Komoly, hát én kértem magamnak egy üveg bort, ott volt egy kiskörösi lány, aki, aki ott, tehát ő, 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 a pincérek között. Ja, hogy volt protekcion? Persze, és mondom hozzá nekem jó faim volt. <laughs> És ott volt egy üveg bort, töltöggettem mindenkit, ott borozgattam. Szerintem szóval egy percig sem mertem az gondolni, hogy, hogy én prima díjas leszek. Szóval a lényeg az, hogy, hogy megy a zene, nézzük egymással a Mónival, és jókat vigyorgunk, már megy egy perce, ez a zene, ez az izgalomfokozó muzsika, és mondom így a párok, te mondom, ez egy kicsit túlzás, nem tudom, hogy csinálják, mert ezt hogy kimondtam, az első prima győztes ifjabb kunnagyes Ferenc a magyar képzőművészet kategóriájában. Nézek rá, mondom, ezt nem hiszem. Nem tudom, megint a borom, és hát rettentő jól esett. És akkor Na, így, lejsz. hát lépek, lépegettem be ugye fel a színpadra, Három méter a levegőbe, és mondom, nem hiszem el, nagyon jó esett. És ugye természetesen, ugye közölték velünk, hogy hogyha vállaljuk ezt a fajta megmérettetést, akkor nem ártanak készülni valami beszéddel. Nem készültem semmivel, esküszöm. Szóval, szóval, na, szóval, na, szóval, tényleg nehéz ezzel mit kezdeni. Lehet a szemét? Hogy persze, ne is eddig is azt mondta, <laughs> Csak az volt, a. nem. Csak azért kapja ezt a sok díjat, mert dészigány. Lehet. Lehet, nem tudom. Szóval. Ma, magattól végigfut -e, volt-e ilyen hang először is, a másodszor is, hogy magattól végigfut az agyadon ezt, hogy majd ezt fogják mondani, és akkor a, az összes szenvedés, meg a, a Budapesten men mentorokhoz járkálás, nem fog élni semmit. Várom, az nagyon félt engem ezektől a díjaktól, meg, a, meg a, a ettől a fajta sikertől, joggal, mert azt gondolom, hogy hogyha valaki tesz, valamit csinál, valamit, akkor hogyha mindenki szereti, az gyanús. Ott, ott valami nem stimmel. Aha. Tehát, hogyha valaki valamit tesz, akkor ott, ott, ott akkor ki van balanszozva az ügy, ott van egy olyan réteg, aki téged nagyon szeret, nagyon elismeri a munkásságot, és van egy másik oldal, aki vagy így, vagy nem fogadja el azt, amit te csinálsz, vagy úgy gondolja, hogy másképp kellene csinálni, de ez egy normális dolog, ez rendjén van. Szóval azt gondolom, hogyha valaki teszi a dolgát, és ilyen különböző kritikák érik, akkor ezeket is tudni kell viselni, és hordozni, és elfogadni, hogy legmás ember mást gondol erről. Tehát ezzel nincs probléma. Azt gondolom, hogy ezt hozzáedződtem, mert hála Istennek, a jó istennek nekem megadta azt a kegyet, hogy romának szülessek ide erre a földre. ezt, ezt kifejthetnéd, mert itt most nem tudom hány roma nézi az előadás, de néhány, ki, ki, gúvad a szem, azért... mi? <sítható> Szóval én megedződtem, szóval be, így belerősödtem. Tudom, hogy hülyén hangzik, de ez is közhely, tehát ami, ami nem öl meg, az megerősít. Szóval nem teljesen így van egyébként ez sem, de van benne valami. Tehát nyilván, amik, amik engem is értek a származásom okán, egy csomó olyan negatív történet, amikor azt mondanám, hogy, hogy a kinnentől kezdve bezárok, és én nem mozdulok ki a házból de valami mindig volt bennem, amitől azt mondom, hogy itt nincs messze, szét kell tárni a karjaimat, és akárhogy is alakul az napom, vagy a holnapom, nekem, nekem át kell önlem, és be kell fogadnom ezt a világot úgy, ahogy van. És ezáltal egy csomó, tehát a romaságom által az, hogy roma származású vagyok, ö, egy ez egy nagyon komoly szűrő. Megtudtam azt, hogy ki az, aki mellettem áll barátként minden helyzetben, ki az a nő, aki, aki leéli velem az életét úgy, hogy, hogy igazi ö, ö, társként kezel engem, annak én, hogy roma származású vagyok, és aztán sorolhatnám a többit, ami, ami ugye egy emberi léttel jár, amikor meg kell, hogy sük egymást. Szóval nagyon hálás vagyok a sorsnak, mert engem nagyon megtanított ö, arra, hogy, 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 hogy na, és hogy működnek itt a dolgok és ki az igaz velem, és ki nem. És én kivel vagyok igaz, és kivel nem. Szóval ez, ez oda-vissza működik. Mert te is, hát te, gondolom a receptoraid is, az érző, érző, érző bimboid is ki vannak fejlődve már ezzel. Hát, ezen a téren teljesen. Szóval azért hogy végigmegyek az utcán, az én zsalázom, hogy ki az a. Zsalázod? Persze, ki az, aki, aki, akinek te mindig cigány maradsz, <laughs> csinálhatsz te be le, ezt, akármilyen és milyen nagy festőművész, adjad be a csávót. Persze. Uh -huh. De ezzel nincs baj, ez nem az én problémám. És azt eljutottam odáig, hogy ezt egy elég korán felismertem, és ez, ez nem az én bajom. De közben nekem is egy nagy tanítás, mert annak ellenére, hogy esetleg ért egy csomó rágalom, vagy olyan történet, vagy olyan sérelem, ami nem igaz, ennek ellenére tudom, és tudom tisztelni a másik kultúráját, másiknak a szokásrendszerét, el tudom fogadni, sőt, magaménak tudom mondani. Mert semki nem kérdőjelezheti meg a, a, magyar tudatomat, hogyha én a himnuszra felállva, a magyar himnuszra felállva elérzékenyülök, vagy megdobban van egy exoszisztolém, azért, mert, mert a magyar himnuszt hallom, már pedig nagyon sokan vagyunk mi romák, akkor senki nem kérdőjelezheti meg az én magyar tudatomat. Szóval mondom, elsősorban én földlakónak gondolom magam, majd utána jönnek a, a, a nemzetiségek bennem ugye a magyar tudatom meg a roma tudatom. Ugye ott volt Kovács József Hontalan, Péli Tamás nagybarátja, ő mondta azt, hogy hogy homlokomon két aranypánt van, az egyik a roma kultúra, a másik a magyar kultúra, és senki el nem veheti tőlem. Szóval azt azért romáknak sem ártana tudni minél nyomatékosabban és elfogadni azt, hogy, hogy mi Magyarországon élő emberek vagyunk, akik magyar nyelvet beszélnek, most már többet beszélünk magyarul, mint cigányul, és bizony-bizony ez a mi hazánk is, és ezért tenni kell, nem is keveset. Szóval itt születtünk, és itt is fogunk meghalni, ezen a földön. Hogy állnak hozzád a kiskörösi romák, ha ilyeneket mondasz, meg amúgy is? Hmm? Azt gondolom, hogy nagyon sokan szeretnek és tisztelnek. Tehát a kiskörösi romák nagy része nekem mind rokorom. És a kiskörösi romák két vagy három családból áll, nagy családból és ezeknek a gyerekei vagyunk mi, elfogadnak. Nem gondolkozol ezen, rájuk bízott, hogy mit gondolnak Persze. rólad, nem? Azt hát, akartam kérdezni, akartam kezdeni, de édesapám sztoriája sokkal szebb volt, hogy mennyire sukár az ingem. Jó, nagyon jó, nagyon jó, szóval tetszik. Én is szeretem az ilyen színes ruhákat, meg látom, most ilyen színes karkötő van vannak színes zokniaim, én nagyon szeretem öltözködést, Hogyha tanultam volna, akkor ö, 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 vagy csillagász lettem volna egyébként, vagy pedig divattervező. Tényleg? Aha. Nagyon, nagyon szeretem. A, a divattervező, hát. az profilba vagy, de csillagász, az, az, hogy? Hát mindig érdekelt univerzum. Imádtam. És szóval mai napig. Szóval <kül> jó lenne egyszer belekukkantani egy távcsőbe, hogy hogy néz ki így a... Az egész? Ja. Mm -hmm és szóval a arra, hogy, hogy így lássam felülről a világot. Na, hamarosan már lesz űrutazás, befizetés, mm. Uh -huh. ryanair Hát én azt nem tudom megfizetni. Szóval nem tudom, szóval így, tehát tényleg, hogy visszatérve a, 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 maga az életre, egy gyönyörű misztérium. Szóval én nem akarom elhírni azt, hogy, hogy ennyi volt az ember, hogy él 60 évet, 70 vagy 80-at, és akkor így megszűnik. Jó, ott vagyunk a gyerekeinkben. Most, hogy meghalt apám, észreveszem a gesztusait, hallom a hangját saját magamban, érzem azt, hogy félig én ő vagyok. Én teljesen az összes ráncom ugyanott van, mint apám. Na, És ez egy ez nagyon hosszú ideig idegesített. Uh -huh. Aztán most, hogy nincs, mert már előtte is tök büszke vagyok rá. Hát jó, hogy nem így van, így van, így van. De, de érted, akkor te így hova tűnsz? Hova tűnik a a, a Dani, hova tűnik a feró, és hova tűnik az a sok ember, hogyha kimegyünk ebből a testből. Mondják azt, hogyha, hogyha ö, mielőtt meghalsz, tehát ilyet akkor nem mondok, de egyszerűen, hogy érzi ézi a lélek, hogy ézi a feró, hogy ez a test így megromlott már, elhasználódott, akkor idő előtt gyorsan kiszáll, még mielőtt tényleg megszűnne, együtt, mm -hmm. meghalna együtt a testtel. És, el, és akkor Nincs szem, amivel látsz. Nincs fül, amivel hallasz. Nincsen nyelv, amivel érzed a ízeket. Nincs orr, amivel szagolsz. Nincs kezed, amivel tapintasz. Nincs bőröd, ami érzed a szellő a suhogás, a meleget, a hideget, Nincsenek érzékszervek. De akkor hogy van? Hát valószínűleg lehet, nem itt vagy. Máshol vagy, és oda más kell. Nem tudom. Szóval... Párom mindig a, 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 a buddhistáknak a, a, a nagy mondókájával jön, ami erről szól, hogy ilyen paradoxonokról, hogy mégis van, de még sincs. Szóval van halál, de még sincs. Szóval nyilván ez egy magasabb tudat, már egy magasabb gondolkodást kíván, de hát mi emberek azért nem vagyunk még olyan szinten. És a buddhisták miért vannak olyan szinten? Tese? A buddhisták miért vannak olyan szinten? Hát meg gyakorolják nyilván, hogy a meditációkkal, ugye jogáznak napi szinten. Tehát vannak azért ilyen kivételes képességű emberek, akik szerintem tudják a tutit. És miért hagyjuk, hogy, hogy bedaráljon minket a sárga csekk befizetés, meg a többi, ahelyett, hogy mi is csak gyakorolnánk is a, kénylem. a tutit? A kénylem. A kényelem. Semmi más, nem? Kényelem. Hát milyen jó, hogy hazamész télen, figyelj csak, megnyomod a gombot, van fűtés, fölkapcsolod a villanyt, nem kell gyertyával világítanod, olyan fényedben, van, amit te akarsz, bekapcsolod a tévét, ki vagy a izébe, a világban, látod a napi eseményeket, szórakozol, meleg víz, megnyitod a csapot, meleg víz jön belőle, a civilizáció az egy, az egy, jó dolog, de attól még nem kellene ennyire materialistának lennünk, nem? Tehát, hogy nem a, a, 2000 forintos csapba is ugyanaz a meleg víz folyik, mint a 42 ezer Nem kéne forintosba. ennyi pénzt kérni érte. Különben tudod, hogy ezzel nekem nagyon sok bajom van? <laughs> <laughs> Már nem, nem, nem arra gondolok, hogy sokat kell fizetnem érte, Érde? hanem azzal, hogy ezen sokat elmékedem, hogy, hogy most, most tényleg 40 millió az az autó. Ugye? Tényleg azok az alkatrészek, azok, azok oké, most akkor legyen az, hogy 50 vagy egy dupla haszonnal adja el, tehát 20 millió költött az a Mercedes gyár arra az egész autó. Csava. Tudom, hogy most mindenki fortyog, hogy az annyit költött, és még veszteséges is. Igen? Én nem, nem tudom. Hiszem, csak az, sincs. Hogy, hogy ezek az ordinári, brutál, drága dolgok, meg az a budapesti uh, körgangos 1100 millió éves ház, az hogy lehet egyre drágább, mikor az építőanyagok azok száz évesek, és azok csak romlanak? Figyelj, Tudom, én... hogy ezek nagyon naív, buta kérdések, meg nem, nem mindenre nem... van közgazdasági magyarázat. Egyébként De nem. őszintén. Nem, figyelj, csak maradjunk a, ö, ö, az ilyen ö, nagyon márkás succsoknál, mondjuk a divatról beszélgettünk. Maradjunk a. Női táskáknál és nagyon nagy márkáknál. Szóval mi a franc kerül mondjuk ilyen több ö, ö, ezer dollár egy, egy, egy táskán? Szóval a lányom az Kintél él Amerikában, és akkor mindig egy nagyon különleges táskákkal jön haza, és mutogatja, hogy apa, ez nagyon drágó volt, ez mennyi, mit hány ezer dollár? és akkor melyen 100 ezer, meg 200 ezer forintos tételekről beszélünk. Vagy egy cipő, mi, 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 miatt felmegyek Pestre a Váci utcába, és egy cipő ilyen, ilyen 150 ezer kell kerül. Szóval mi kerül abba 150 ezer forintba? Mikor Vagy... közben még egy távolkereti országban valami lehet, hogy sajn, reméljük nem, egy gyerekmunkás igen. csinálta. Igen, igen, igen. Szóval... Ezek, ezek így nem fair történetek. Hát nyilván arról szól, hogy ezek a nagy cégek ebből tulajdonos meggazdulnak és rettentő jól élnek. Hát és ennyi. kihasználják az embereknek a kényelmét, meg a, meg a kivagyiságát. Én azért kicsit örülök annak, hogy most én nem tudom, hogy ez a magyar gazdaság jobban teljesít mondat, ez mennyire igaz, de a lényeg az, hogy, hogy keresik a munkaerőt ugye mindenhova. És azért örülök annak, hogy munkaerőben van hiány. Tehát most egy kicsit meg kell, meg kell tolni őket egy kicsit pénzzel, meg egy kicsit szebben kell velük beszélni, hogy ne lépjen le 2000 forinttel többért valahova máshova. Igen, és egy így. kicsit most lehet, hogy az iparos barátok morognak rám, de azt mondom, hogy jöjjön el ez a fajta dolog is. Ne csak az a, az a válasz, amikor tüzen állnak az utcán, nem tetszik el lehet húzni. Igen. A válasz. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ezzel a civilizációval nem tudsz mit kezdeni. Tehát hónaptól egyén, egy, egyénileg el tudod dönteni, hogy kimész az erdőbe, és akkor, Kitalálhatod magadnak, hogy mi az a tűrési küszöb, amit el tudsz viselni, nélkülözni, a, 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 úgy, hogy közben a szabad, az, hogy a szab, szabadon élsz. Tehát mi az a határ, hogy akkor akkor benyeled azt, hogy hogy most fát vágsz magadnak, mi az, hogy, hogy nem laksz olyan luxusban, nem olyan házban, és akkor cserében azt csinálsz? Te, hogy, te azt. Hogy, hogy, hogy ez? Ha erről ő, én, az, én nem titok, én egy egyszerű 60-as évekbeli kőporos, 70 négyzetméteres kégliben élek a, a, párommal, Mónival, ami, ami összkomfortos, ugye megvannak az alapvető történetek, fürdőszoba, nem is fürdő, egy zuhanyzónk van. Zuhanyzó, van egy konyha, ott a mosogató, meg két szoba. Egy kis terasz nyáron, ahogy nyáron, tehát ahogy beindul a jó idő, mi kint vagyunk a teraszon, Egés, egészen addig, amíg, amíg, nem jön a hideg. Mi kinnalszunk, ott élünk. Tényleg? Ott festek, persze. Móni meg szokott este ágyazni, vagy én. Kicsit nézzük a izét, a netet, és akkor gyertyagyújtás, ez megy minden este. Ami meg ki... tudsz állni? Hogy? A felfestés közben meg tudsz állni, vagy be kell fejezni? Tehát addig nincs Móni, meg nincs jó, alkotás közben? Hát változó, hát attól függ, hogy mennyire van benne az ember. De nyilván, hogyha benne vagyok, így meg kell csinálnom időben, akkor, akkor ott nem létezik semmi és senki. De nincs az, hogy, hogy, hogy a innentől kezdve a művész más tudatállapotba került meg ilyen hülyeségek. Nem. Tehát az a nagyon, nagyon józannak kell maradni. Tehát az, aki, aki így elvisz a hév, meg elbízza magát, az nagyon észen kell lenni, amikor alkotsz. De ez saját tapasztalat. Persze, abszolút csak az enyém. Így van. Már hogy akkor el is vitt, onnan tudod, hogy, hogy nem szabad, hogy elvigyem nem? Hát ja, vannak helyzetek, amikor így csinálod, és hű, fú, fű, hát fű, csak, fű, ez igen, Ferókám. Ez de, nagyon De ez tart 10 percig. És akkor bemegyek, mondjuk töltök magamnak egy kis bort, vagy csinálok egy teát, és visszamegyek, kijöttem a képből, jaj, az se jó, az se jó. És aztán így, gyűröd magadban, így emészgeted, és akkor van, hogy hetekig nézem, és akkor mitől nem jó, szóval mi mindig nem érzem, hogy mitől nem jó, mit kéne hozzátenni, és nem tudom hozzátenni, akár évekig, és félre rakom. És egyszer csak előveszem, hát ott volt, Puh, ennyi. És kész. És olyan volt, hogy félredobtad, mert nem jó, aztán elővetted öt év múlva, és azt mondtad, hogy mi ezzel a baj. Vagy átfestettem. De persze, hogy ne, hogy Nagyon sok van, nagyon sok festő dolgozik így. De az nem így működik, hogy leülök, és innen innentől kezdve van egy órám, és akkor festek egy remek művet. <coughs> Ez <De tos> nem? Hát amatőrök gondolják ezt. Figyelj, mindenki úgy alkot, meg olyat alkot, amilyet tud, és ahogyan tud. Szóval ebben nem hiszek. Szóval az, aki úgy ül le, hogy most akkor mesterművet fogok létrehozni, az nagyon gáz. Mennyire vagy így a az össz, az, össz képeidet sorba veszed, mennyire vagy elégedett az össz? Hát ahhoz képest, hogy, ahogy mondtam, hogy tehát voltak belső vízióim, meg vannak is elképzeléseim, így a, 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 a jövővel kapcsolatban milyen képeket lehetne festeni, szóval ahhoz képest a, a tudásom nagyon kevés. Tehát amit szeretnék, de amikor elmegyek egy-egy kiállítás, és ki vannak rakva a képeim, akkor kapok egy képet, mag, több képet magamról, <laughs> hogy, hogy hol tartok, és mi az, ami változtatni kell, vagy éppen mi az, ami gyönyörködtet akár engem is. Dominálnak az emberi arcok. Abszolút. Csak az. Csak az. Tehát anélkül nekem nem teljes a kép, ha nincs rajta egy, egy ember, akár egy fej. Szóval, ahogy mondtam is, tehát nekem az emberi létnek a a szépségének a keresése a, a, a fő témám, vagy fő motivum. Szóval az, amikor én lefestek egy, egy figurát, akkor az egy gyönyörű pompába festem meg. Szóval egy, egy gyönyörű, büszke nőket, szép tartású férfiakat, félisteneket, szóval magam sem tudom, hogy miket és kiket, de azt gondolom, hogy ezek bennem lévő hősök, ilyen archetipusok, szóval nem tudom megfogalmazni, meg talán nem is fontos megfogalmazni. Nem lehet, hogy hogy nem ezt látod az utcán? És így fejezed ki, hogy amit nem látsz, Jó, Van, azt van egy ilyen gondolkodás, és mondják művészek, hogy nyilván az ember azért művészkedik, meg azért fordul befele, mert kívülről nem látja és nem kapja meg azt, ami amitől teljessé válhatna. Lehet, hogy ez is benne van olykor, amikor olykor, olykor benne van. Sőt, mi több visszagondolok így a pályám elején, én mindig akkor rajzoltam, meg nagyon rossz kedvem volt. Beburkolóztam, bemettem a szobába, vettem egy jó pár nagy rajzlapot, és hetekig rajzoltam. Rajzterápia. Uh -huh, uh -huh. Hát hogy sajnos, amikor édesapám is meghalt, akkor, akkor körülbelül két hónapig csak rajzoltam. Én tus rajzokat készítettem. Van különbség azok között, meg a mostani műveid között mondjuk? Óriási, óriási. Hát annyira szép rajzok, hogy valami hihetetlen. Mai napig csodálkozom azon, hogy hogy tudtam megcsinálni nem tudtam nem tudom. Nem tudom, nem, jön, nem jön vissza az a képessége. Szóval az nagyon érdekes, hogy embernek vannak ilyen időszakai, korszakai, és nyilván az adott helyzetnek, a, tehát az életnek a megélésétől függ, az a lelki állapotomtól függ, hogy éppen mit csinálok. Az a korszak egy nagyon nagy beavatás volt nekem, egy hatalmas dráma, hogy nyilván mindannyiuk számára az, hogy elveszítjük a a családtagjainkat, főleg a szüleinket, de ezek valami nagyon. Tehát apám alá nagyon komoly rajzokat váltott, hozott ki belőlem, így a felszínre. Szóval amikor jókedvű az ember, ez tényleg így van, nem biztos, hogy. Amikor így teljes vagy, nem biztos, hogy meg tudod csinálni. Biztos, hogy nem. Értem. Szóval igen, igen. Én értem. Igen. Szóval, szóval kell a. Kell a kell a nem teljesség ahhoz, hogy, hogy rá legyék ah, kényszerítve arra, hogy kiegészítsd magad igen, a saját Igen. Így, úgy, hogy mondod. A napokban festettem, hát most már festek három hete egy képet, egy női portrét, és, és egyszerűen két hét ezelőtt annyira éreztem azt, hogy ha most nem kezdem el, és nem csinálom, és már nem festettem egy hete, nem is rajzoltam, akkor egyszerűen szétesek. Elkezdtem csinálni, 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 és már ott tartok, hogy szinte kész, pár vonás kell hozzá, szinte napokban kész is lesz. Ö, annyira boldog voltam, és utána ilyenkor az van, hogy hetekig nézem a képet. Ülök, kitöltöm a borom, és így hetekig nézem, nézem. És nem az van, hogy gyönyörköz benne, hanem na, most így meg, telj, teljes vagy. Azt hittem, csak én vagyok érdül így, hogy a kinyomtatott képeimet nézegettem. és <laughs> <laughs> én is csak állok fölötte. És nézed. Semmi. És nézed. Igaz? Mert hogy jól van, jól van kinyomtatott. Jól van. Jó. Persze. Jól van. Melyik fénynél? Na, természetes fénynél? Nem, nem, nem a fénynél milyen. Szóval vágyik az ember a, a teljességre, és hogyha a művészeten keresztül ezt meg tudja fogni, meg tudja kapni, akkor, akkor nyilván az egy jó dolog. Mennyire bírsz egyedül lenni? Nagyon sokat vagyok egyedül. Egyre többet. Szóval, hát én teljesen nem tudnék egyedül lenni, szóval én Móninak nagyon sokat köszönhetek, a páromnak. De ugye ő, ő iskolába igazgatónő, igazgatja az iskolát. Addig én teszem a hétköznapokat, hétköznapjaim én is a munkám, de, de nagyon sokat vagyok otthon egyedül, és szeretek is lenni. Én nagyon el vagyok magamban, egyre jobban. De lehet, hogy ez mindig is így volt. De közben meg, meg azért ilyen nagy társasági ember vagyok, meg, meg közösségi ember, de van egy határ, ameddig elmegyek, vagy engedek mást be magamhoz, és azt, úgy nem lépem én se túl, meg nem is engedem másokat is, hogy belépjenek. De hát ezzel nyilván sokan, mindannyian így vagyunk. Hát azt nem tudhatod. Nem tudod, de te, te, így gondolod, vagy így, igen. így éled, nem? Igen. Másfél óra beszélgetünk. Közben kezd kívül a, és a pillang, is. ez a, a pillangó, ami magyarázatot kell keresnünk. Abban a pillanatban, amikor roma téma volt, mindig előjött, és, és lenyomta, lenyomta a hátteret kezdésként belépésnek. Úgyhogy igen. Ez nagyon érdekes. Ez hát, hogy benne van valamelyik nagy roma isten. Én nem, én nem akartam ezt így előhozni, de amikor édesapádról beszéltünk, akkor, lett le, akkor nyomta le a, érdekes. a hátteret. Én? Szóval nem. mondom, bármi megtörténhet a, a világban. Szóval, amikor gyerekek közé megyek, és beszélgetünk a, a világról, szóval, sőt, amikor leülök velük, azért vannak ott velem jó páron pedagógusok. Mindig kérdezik tőlem, mielőtt elkezdő vagyok, hogy milyen módszerem, milyen technikáim vannak. Hát az a technika, hogy nincs semmilyen technikám, és semmilyen módszerem. Leülök a gyerekkel, és akkor megpróbálok szíves szólóan közeledni hozzájuk, és elmondom nekik, hogy nem azért jöttem, hogy én rosszabb azért, és tanítsalak benneteket, hanem emlékeztesselek benneteket arra, hogy minden jó, hogy úgy, ahogy van, ahogy ti azt gondoljátok. És ott vannak a pedagógusok, és akkor néznek egy nagyot. Hogy, akkor hogy is van ez? És be is bizonyítom nekik, illetve a gyerekek bizonyítják be azt, hogy ez rendjén van. Minden rendj, úgy van rendjén, ahogy van. És annyi okosságot, annyi bölcsességet tudnak mondani. És amikor elkezdünk játszani, fantáziálni, akkor nyilván az elején a kezükbe adok egy tollat, és akkor mi van itt a kezedben, ez sokan ismerik ezt a játékot hát akkor tol, mi Nem. Hát, és akkor elkezdek példát mondani, hogy ez itt a kezemben egy rakéta. És akkor elkezdünk játszani, játszani, és valami gyönyörű dolgok jönnek ki, és akkor rájönnek arra, hogy, hogy, a fantázi által, a gondolatunk által micsoda szabadságban vagyunk. És amikor beszélünk különböző roma mítoszokról, mert ugye nagyon kevesen tudják, hogy vannak gyönyörű eredetmondáink, és elkezdek ezekről beszélni, vagy megnézzük őket videón, és akkor elkezdünk mondjuk egy nap és a hol történetét, vagy hogyan lett az ember, és elhiszitek -e? Hát van, aki elhiszi, van, aki nem. És akkor jövök ezzel az ősrobbanás elmélettel, hogy hogyan lett ebből a pici parányi kis történetből ez a hatalmas végtelenség. Hát akkor nem, tényleg bármi megtörténhet. Ki az ott, ez a pillangó, szóval ki tudja, hogy mi, mi, mi van ott. De én ma fedeztem fel, uh -huh. itt a, itt a uh -huh. stúdióba. Gyönyörű. Ja, ja, ja. Igen, eszembe jutott még egy fontos dolog, hogy hogy a sztereotípiákat mindenki tudja a cigányságról. Szépen tudunk táncolni, énekelni, a asszonyaink jó főznek. Szeretjük a színes ruhákat. Én is. Ja. Lehet, hogy bennünk is van egy vonó, nem? Val. Ki tudja. Egyébként nyilván csinálnának valami genetikai vizsgálatot, nem tudhatjuk, hogy milyen bennünk. Hát most már van ez a, nem lehet, reklámozzák, hogy DNS tesztet kiküldik, csak a nyelvmintalatot visszaküldik. Igen, beszélek, jó? De mondjuk egy... ez egy, szerintem ez egy nagy DNS gyűjtő, amire én fizetek. Uh -huh, uh -huh. mindenki el fog menni, de jó, de jó, meg kiadják, hogy félig-arab, félig, akármi vagyok, is, és akkor röhögünk rajta egyet. Aztán közben ők begyűjtötték a DNS-mintákat úgy, hogy én fizettem érte. De, <tosz> jó, jó, jó. De, <tosz> hát nem tudni, De ez benne van. Mi, mi az? Mi az, amit nem tudunk? És tök jó lenne, ha tudnánk. Uh -huh. <tosz> Hát az az igazság, hogy mi nagyon nem különbözünk a magyaroktól, vagy a nem cigányoktól. <laughs> szóval mitől vagyunk mi másabbak? Nem hiszem, hogy másabbak vagyunk. Ugyanúgy reagálunk arra, hogyha valami fáj, ugyanúgy tudunk sírni a, 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 a nehéz pillanatokban, ugyanúgy fontos nekünk is a, a családunk, mint a nem romáknak, szóval ugyanúgy tudunk mi is örülni a jó dolgoknak. Tehát ezekben nem hiszek, hogy, hogy mi jobban tudunk muzsikálni. Hát azért tudunk jobban muzsikálni, mert egyszerűen van egy tradíció, hogy a romungró népcsoport, a élő romungrók, vagyis a magyar cigányok, ugye Lázs László Ferenc, Pegi Aladár, Szakcsi Lakatos, Toni Lakatos, ezek világklasszisok. Szóval ezeket így a, a világban mindenhol ismerik, de ezek nem attól lettek ilyen nagy zenészek, mert, mert ott van a vérükben, ez hülyeség. Miért? Azért lettek nagy zenészek, mert a zene több generáció keresztül már a szép apja, és annak az apja, meg a nagyapja is már ezt művelte. Persze. Tehát érték. Amikor megszületnek, kezébe adnak már egy évesen hegedűt, de húzzat, fiam, és a gyerek húzza, és csinálja, és gyakoroltatják, gyakoroltatják. Tehát amit gyakorolsz, amit ismétel, abban abba jó leszel. Hát ez csak így működik. Hát ugye a zseni, a, a el, ez, az, az, kevés, hogyha valakinek megvan a képessége arra, hogy bizonyos dolgokban, hogy ez, ez menj neki, nem, hát ott azt gyakorolni is kell, legyen az bármi, akár egy szakma. Ugye egy autószerűen egy kerék leszerelés, hát ugye meg kell szerezni a rutint. nyilván, hogyha már érződik valami, hogy rutin, akkor az nem az, nem beszélhetünk művészetről, de hogyha, hogyha törekszik arra, hogy, hogy így megismeri önmagát, és újabb, újabb dolgokat hozzon ki magából, akkor hogy hatalmas magasságúba tud évelni a, a pályája. Úgyhogy ezért vannak nálunk a jó bromazenészek, zenészek. Úgyhogy, meg a jó, főz, a jó főznek a cigányasszonyok. Hát miért főznek jól? Mert ezek a cigányasszonyok, a férfiak nem engedték dolgozni, ezek igazi anyaszerepet töltöttek be, feleség szerepet töltöttek be, hát a mai napig az én anyám, nyilván a múlt rendszerben mindenkinek kellett dolgozni, anyám is a kiskörösi konzervgyárban dolgozott, több műszakba, de az addig el nem ment otthon, hogy meg nem főzte nekünk ebédet, másnap is abból lettünk, amikor ő dolgozott, és ez a mai napig is így van. Tehát amikor én hazamegyek, akkor azt mondja anyám, első szava az ott van, fiam, főztem. És akkor én ülök, eszek, abból, amit főzött, mert nagyon finom, és nagyon tud anyám főzni. De ez azért, mert annyit, annyit, annyit gyakorolta, hogy profi lett. Szóval. Jó, hát gondolom, azért nem látod különlegesnek, mert benne vagy. Csak a kívül, a szemlélőnek tűnik az különlegesnek, Egyen. hogy különleges érzéketek van a zenéhez, a tánchoz, a festészethez, hát a, a, az élethez. Hát régen, ugye még az én generációm fiatal koromban, az volt az igazi cigánylány, amelyik tudott táncolni, tudott énekelni, tudott főzni és takarítani. Ennyi volt a dolga. Hát nyilván meg legyen szép, meg hosszú haja. Na most ez a, a mai kulturált, civilizált nőkből kihalt. Tehát nem léteznek ilyen, ilyen, nők. Tehát ma, de nem csak a nők, hanem maga az ember, az emberek. Az emberek elfelejtettek énekelni, táncolni. Ma már mindenkinek viselkedni kell. Nem, szóval pici gyerekkorban ma arra tanítanak és igazgatnak téged, hogy hogyan viselkedj és mit ne csinálj. Ugye, mert hogyha meglátunk a, a városba félmesszülni biciklizni egy cigány embert, vagy éppen a parkban ülni és egy gitározni, hát ez miért nem dolgozik, ez kicsit cikki, nem? De lehet, hogy dolgozik, csak éppen délután megy ki oda. De hogyha elkezdünk egy kicsit hangosabban énekelgetni, az gá, nem szabad. Nem szabad, maradj csöndben, és figyelj, viselkedjél már. Szóval jó, hát nyilván együttélés szabályait be kell tartani, de azt gondolom, hogy hatalmas túlzásokba estünk már ezzel a viselkedéssel. Biztosan. Hát ezért van, ezért, ezért vannak a, 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 a különböző pszichiátriai betegek, hát nem, is pszichi nem kell olyan messzire menni, hát elég csak a pánikbetegségre gondolni. Hát ezért vagyunk pánikbetegek. Mert egyszerűen napi szinten meg kell felelni minden egyes pillanatban mindenkinek, a főnökömnek, a feleségemnek, a, feleségemnek, a férjemnek, a gyerekemnek, a barátaimnak, egy, egy totális megfelelési kényszeredett világban élünk. Ezt aláírom. Nem? De. És hála Istenek, mi azért még vagyunk egy páran romák, kevesen, akik ezt tudják, hogy ez nem egy követendő példa. Szóval hála Istenek, abban nőttem fel, hogy nekem ezt nem kell követni. Szóval én azt csinálok, amit akarok, amihez kedvem van. Ezt neked van. tanítottak? hogy ez így? Nem, hát én ebben nőttem fel. De úgy, hogy közben tudjam tisztelni a másik embert, ezzel ne bántsam meg, ne okozzak neki rosszat. Szóval ez, szóval ez így kéne, hogy működjön mindannyiunkban nem? Szóval én igyekszem azt tenni, ami nekem van, és amit szeretek. És ez mindig így volt? Mindig. Mindig így mindig. volt? Mindig. Ja. Nem nyomott adjon a, nem. a sárga csekk? Nem, nem. Mindig megsegített a gondviselés. Szóval valahogy mindig jött egy, vagy egy telefon, vagy egy, barát, és azt a gyere már Feró, van itt ez és ez, ez és akkor ezt meg kéne csinálni, ennyit tudok adni érte, és kész. De nem volt több, pont mindig annyi, és amikor már elfogyott a pénzem, akkor jött a telefon, és ez mai napig így van. Nekem apám mondta mindig, fiam, mindig lesz annyi pénzünk, hogy meglegyünk. Igen, igen, igen. Szóval én ettől nem félek, és ki tudom fizetni a csekjeimet, tudok tankolni az autómba, szóval ez működik a dolog, szóval nem kell ezt túlparázni. Nyilván tegye mindenki a dolgát, én is dolgozom, szóval ja, nincs, hogy nem dolgozom, de én ezt szeretem csinálni. Az heti rendszerességgel járok iskolákba, gyerekekkel foglalkozok, vagy csak el, ha kell, akkor elmegyek előadásokat tartani, nagyobb fórumokon, tehát teszem a dolgomat, de én ezt szeretem, nagyon imádom csinálni. És a nagyon nagy szerencsém van, ahogy, hogy eleve ezt így, meg bátorságom, hogy én ezt merem vállalni. Hát nekem meg nagyon nagy szerencsém, hogy veled beszélgethetek. Megtisztelsz. Én is köszönöm a lehetőséget, testvére. E, nem, akarom, nem akarom durván lezárni, de 1 óra 38, és anyukám meg szokta nézni másnap, és hogyha 1 óra 40-nél hosszabb, akkor nincs ebéd, mert délelőtt leül, leül Jó. jó, akkor jó étvágyat az ebédhez. De ez mit szerep, de, 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 tén puszilom. de, tényleg, de tényleg így van, hogy én mindig megnézi. Van-e olyan téma, amit nem érintettünk, és kellene beszélnünk róla? Teljes vagyok. Úgy érzed? Ha? Úgy érzed. Én még elmondtam volna azt, hogy. Nem, én föltettem volna egy kérdést, és akkor nem kell a hosszú történetét elmondani, hogy ugye mi nem ismertük egymást, addig még nem hívtak fel a telefonon, és és már szerintem majdnem a telefonban is azt mondtad, hogy hogy igen, eljössz. Aztán azt javasoltuk egymásnak, hogy találkozunk, és egy fotókiállításra hívtak kiskörös, és ott találkoztunk hogy nagyon érdekelne, hogy, hogy mondjuk miért mondod első szóra egy ismeretlennek, hogy eljössz egy élő beszélgetésre belebeszélgetni beszélgetni a Facebookon? Nincs mitől tartalom. Mitől kéne tartanom, szóval Nem, nem félek így semmitől és senkitől. Szóval nincs miért. Szóval mi van akkor, hogyha azt mondom, hogy nem, akkor nyilván émeztek valamit. Hát én veszít, veszítettem volna, ha nem jössz el, de én inkább arra gondolok, hogy hogy neked inkább te annyira önazonos vagy, hogy neked nincs, nincs titkolnivalód, ami miatt eljönnél és rosszat mondanál. Meg, ah, meg a, Tehát, hogy annyira, hát köszönöm, annyira hogy nyíltan, gondolod. nyíltan állsz ez az egészhez, ez a másfél órás beszélgetéshez, amit most itt lenyomtunk, hogy bármilyen kérdést föltettem, semmi kérdésre nem nem volt egy arcrezdülés, hogy ez egy hülyeség volt. Például én abszolút vállalom, azok, én mindent vállalok. Tehát amit én megéltem egy 50 évesen, úgy, mond, ebben nincs semmi titok, meg semmi különleges. Tehát amit tettem, azt, 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 őszintén tettem. És ezután is így fogok élni. Szóval én nem fogok alakoskodni, én nem fogok, nem, nincsenek érdekviszonyaim, nem függök, nem függök senkitől, bármikor azt merek mondani, amit akarok. Szóval legfeljebb lecsuknak, vagy nem tudom. Szóval, szóval nincs mitől tartani. Édesapád mellett a Facebookod képén, Facebook képen, amin édesapád van, mellette van egy vers. Azt te írtad? Mi van oda? Meg apám drága emlékére. Én ott kezdődöm, ahol a világ véget ér létem absztrakció és már már csak a szélszárnya perdít itt Íratlan törvényeink földanyánk testében pihennek, kiismerhetetlen álm, álmokat oldva, és én ékes színpadon rajtuk táncolok, míg vagyok, drága apám. Láthatok, -e még dús koronával a pusztaságban, hová cigányságom örökre a földbe temethetem és várhatom a széles siratóját. Egy. Van. Amen. Amen. Legyen ez az Amen a, no. végére. Nagyon köszönöm, hogy elhettél. Én is köszönöm. Sziasztok! Ja, el kell búcsúzni még itt a, Sebastian. a nagy tömegektől.